Jó reggelt kívánok, én Domcsics Mátyás vagyok, a Magyar Kommunikáció Tudományi Társaság főtitkára. Nagyon röviden azt a keretet, hogy miért jöttünk össze. Hát volt egy hír, hogy megszüntetik a kommunikáció képzéseket. Hát igen, ezt mondták nekem, és elfelejtettem. Majd mondom az előadóknak is, hogy ebben kell beszélni. Szóval volt egy hír, hogy megszüntetik a kommunikációs képzéseket. Persze azóta jött más hír is, és akkor az elnökség gondolkodott azon, hogy hogyan reagáljunk. Tehát nem igazán a politikai oldalt kerestük, hanem a szakmai oldalt kerestük. Így aztán szövegek jelentek meg, és erről a konferenciáról döntöttünk, hogy szakmailag nézzük meg az igazság oldalára, hogy mi van a kommunikáció kérdésekkel, és a mai délelőtt erről fog szólni, hogy szakmailag mit lehet róla mondani. És akkor ezért van ez a konferencia, ugye akkor nem szüntetik meg mégsem a kommunikációs képzéseket, viszont azért van egy olyan tanulság, hogy jobb, ha mi mondjuk el a kommunikáció képzésekről, hogy ezeknek milyen a hatása, vagy mit gondolunk róla, mint hogyha mások mondják, és akkor legyen ez egy olyan kezdet is, hogy a tanulság a társaság számára, hogy kezdeményezőbbnek, proaktívabbnak kell lenni a tekintetben, hogy milyen hírét keltjük a kommunikáció képzésnek, és akkor ez lenne az a keret, amelyen belül ma gondolkodnánk ezen a délelőttön, és akkor így hallgassuk meg az első előadót. Horán Józsi egyetemi tanár lesz az első előadó. Ez be van kapcsolva ez az izé? Jó reggelt kívánok én is, mindenkit üdvözlök, és nagyon rövid lesz, vagy legalábbis én annak szánom, hogy nagyon rövid lesz az előadásom. Néhány előzetes megjegyzést ezzel együtt szeretnék tenni. A kormányzati dokumentumok, kommunikáció és média, társadalomtudományi BA-ról, MA-ról, továbbá a szabad bölcsészeten belül BA bemenetről, és két további nem egyetemi felsőoktatási szakról beszélnek. Ebben a rövid előadásban kizárólag a társadalomtudományi BAMA és PhD-ről lesz szó. A kimaradó többiről sem volna felesleges beszélni, de ez az előadás nem döntés előkészítő megfontolásból indul ki, nem foglalkozik a közigazgatás problémáival, kizárólag a maga a kommunikációs média szakma érdekli. Öt állítást szeretnék tenni. Az első. A kommunikációs média szakma sohasem volt identitásválságban. Aki figyelt az elmúlt hetek, hónap eseményeit, ez volt a leggyakoribb. Nem volt identitásválságban, most sincs, de identitása változik, fejlődik folyamatosan, mint hogy a mindenkori aktuális társadalmi kihívásokra törekszik válaszolni. A második, amit állítok, hogy azok a társadalmi kihívások, amelyeknek meg kell felelnie a kommunikáció média szaknak, tartalmának, ezek is változnak folyamatosan. A harmadik, hosszú ideig a szakma megnevezések bűvöletében élt, fel kell ismernünk azonban végre, hogy a kommunikáció és a média ugyanarra a valóságdarabra vonatkozik, a különbségek mindössze kutatásmódszertaniak, és ezeket meg ne túlozzuk el. Végül az utolsó állítás, amit tennék, hogy a szakma gyakorlásnak még most sem feltétele a felsőfokú, illetőleg szakirányú felsőfokú végzettség. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hogy kétszer legyen az utolsó, még egy utolsó van, a szakmára való felkészítés, felkészülés valaha volt studium generálé, nem azonos, és mind a kettőre szükség van. Akkor nézzük az elsőt. Tehát a kommunikáció és média szakma sohasem volt identitásválságban, most sincs. Viszonylag fiatal képzésről van szó. A 70-es évek végétől lehet hallani azt, hogy szükség van valami fajta kommunikáció képzésről. Most nem megyek bele, hogy ennek mi volt az eleje, hogy történt, mint történt. Ez egyszer izgalmas lesz, most nem hiszem, hogy ezen bármi fontos van. A kezdetben valamilyen más szakhoz, például a szociológia szak mellett volt egy specializáció. Ezek a specializációk elindultak az ELTE-n, elindultak Pécsen,
elindultak a, hogy hívták akkor a, most nem látom, úgy hívták ugye, hogy külkereskedelmi főiskola. Igen. Igen. Tehát ez volt az első lépés. A második és döntő lépés az az 1993-as felsőoktatási törvény volt, amelynek a melléklete tartalmazta azt, hogy kommunikáció és média szak. És lehetett specializációkat indítani. Ez párhuzamosan történt egy nagyon fontos, a magyar közéletben nagyon fontos dologgal, nevezetesen, hogy az MTA elnöke, akkori elnöke Szent Ágotai János élére állt egy köznevelési, a köznevelést megújító bizottságnak a munkája élére állt. Ezt Hét domb címen híresült el ez a dolog, könyvek jelentek meg, és így tovább, és ebbe jelent meg a kommunikáció először úgy, mint nyelv és kommunikációs képzés. És azt igényelte, hogy olyan tanárok jöjjenek ki a főiskolákról és egyetemekről, akik a nyelven túl a kommunikációban is fölkészültek. A következő fontos állomás, az én megítésem szerint 1997. Akkor döntöttek úgy, hogy induljon PhD képzés. Először Pécsen indult meg a nyelvtanányi doktoriskola keretében egy kommunikációs program, kicsit később az ELTE-n egy nem kifejezetten kommunikációs program, de kommunikációs témákat bevett, és aztán úgy lassan elterjedt. Pécsen például a filozófiai programban is lehetett kommunikációs témával. És 2013-tól a Corvinus Egyetemen önálló társadalmi kommunikációs doktoriskola létezik. A következő fontos dolog az a 2005-ös nagy átalakulása a felsőoktatásnak, amikor a bolognai folyamat keretében az addig egységes 5 éves egyetemi képzés ketté vált, és lett egy BA és egy MA. Ez a BA az 3 éves volt, az MA 2 éves, és ehhez kapcsolódott a PhD képzés 3 évével. Ez egy elvben összerendezett, egységes, háromfokozatú képzés. Se az alapképzésbe, se a mesterképzésbe szó sem volt tudományról, most sincs. Ennek megfelelően például a mostani megnevezés, média és kommunikáció tudomány szak, az egy kicsit félrevezető. Tudományról legelőször a PhD képzés keretében volt szó, ahol a szakmára vonatkozó diskurzusokba való bevezetés történik. Azok a társadalmi kívások állítás, azok a társadalmi kívások, amelyeknek meg kell felelni a kommunikáció média szaknak, tartalmában változnak, és változik is. Megítésem szerint ebben az ég egyadt a világon semmi meglepő nincs, ha időről időre felvetődik a társadalmi kívások tartalmának a kérdése. Változik a társadalom, változnak a finomszerkezeti tényezők, miért ne reagálná le ezt az oktatás? A kihívásokra adott releváns válaszok egy-egy társadalmi szerepben, mondok néhány ilyet, amiről nem biztos, hogy az első pillanatban azt gondoljuk, hogy kommunikációs. Recepciós, szónok, újságíró, blogger, szóhívő, riporter, szerkesztő, PRS, marketinges, könyvtáros, tanár, pap. És a szerepeknek a társadalmi alakulásában van az eredménye. Így jelenik meg. Egy adott esetben a szak tartalma sokkal szélesebb, mint amit egy bizonyos társadalmi szerep igényel. Ebből adódik az a kérdés, hogy a képzés a szerepre vonatkozóan történjen, avagy pedig a szakmára. És ez egy változatlanul eldöntetlen kérdés, erre még visszatérek. A 70-es, 80-as években a kommunikáció szakos képzés alapvetően a közvetlen emberi kommunikációt, a dialógust tekintette paradigmatikus esetnek.
Ezen keresztül lehetett megérteni az akkor aktuális társadalmi kihívásokat és ráadott válaszokat, a képzés szerkezetét. Utóbb előtérbe került a szervezeti kommunikáció, mint paradigmatikus eset. Aztán a 80-as évek második felében történt egy elég jelentős változás, amit még mindig nem reagált le a képzés szakmailag eléggé. Megjelent Jürgen Habermas és talán még inkább Niklas Luhmann, akik egészen új felismerést prezentáltak. Egészen más módon kell, lehet csak megközelíteni a kommunikáció képzést. Ha valaki megengedi, vagy szeret éppen a durva leegyszerűsítéseket, akkor azt mondom, hogy mi a társadalom tagjai vagyunk a téglák. Nem így írtam le, hanem úgy, hogy az építőkövek, mert a tégla az félreérthető. És a kommunikáció az a habarcs, ami összetartja a társadalmat. Harmadik állítás. Hosszú ideig a megnevezések bűvöletébe értünk. Csak vissza kell nézni a dokumentumokat. Kommunikáció kötőjel média szak. Média kommunikáció egybe szak. Kommunikáció és média szak, illetőleg média és kommunikáció szak. A kérdés az az, hogy ez egy szakma vagy két szakma. De hát nagyon nehéz igazában a kettő mellett érvelni, hiszen ha valaki nagyon klasszikus kommunikációban gondolkozik, az se tudja máshogy elképzelni a maga dolgát, mint medializált körülmények között. Nekem meggyőződésem, hogy a megnevezésben az első pillanattól kezdve rejlik egy csapda, a megosztottságnak a látszata, ami ráadásul önbeteljesítő. Ma biztos, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy szakma. Ma már legfeljebb azt lehet mondani, hogy jó volna, hogyha nem volna külön médiaszak és kommunikációszak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy képzőintézmény, amely kommunikáció és médiaszak címen alapvetően kommunikációkutatási eredményeket mutat be. Van egy másik intézmény, kommunikáció és médiaszak címén alapvetően médiakutatási eredményeket mutat be, de ugyanarról a valóságdarabról mutatja ezt. A következő állításom, a szakma gyakorlásnak még most sem feltétele a felsőfokú, illetőleg a szakirányú felsőfokú képzettség. A kommunikációs kompetenciákat, illetve skilleket igénylő munkalehetőségek jelenleg még ritkán igényelnek formális kommunikációs végzettséget. Ebben van egy jelentős bizonytalanság is. Vajon a recepciósnak is ugyanazt a végzettséget kell-e bírnia, mint a szerkesztőnek? Hát nyilván nem. Vajon az újságírónak a nyomtatott sajtóban ugyanazokat a skilleket kell ismernie, mint egy firma operatőrnek? Nyilván nem. De hogy van ez kezelve? Jelenleg sehogy. Még nagyon kevés helyen van meg a biztos felismerés a hályok kovács és a professzionális szemész felkészültségének strukturális különbségéről. Nem is könnyű adott esetben, de ha nem tesszük meg, akkor hibát követünk. Az érvényes, tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése a BA és az MA szakokon nem azonos a tudomány művelésével, ami a PhD. Több olyan szakmásodó terület van, amely már igényli a kommunikáció média alapuló felkészültséget, és van sok olyan terület, amely esetében ez csak egy a lehetséges felkészültségek közül. És más szakokkal éppen azt jelenti, hogy útközben vagyunk amúgy mindig. A valódi hiba az volna, amit el lehet követni, hogy nem reflektálunk folyamatosan a változó helyzetre. Remélem ez a konferencia is része ennek. Az utolsó állításom. Ez most az elmúlt hónapokban nagyon gyakran fölmerült, az utolsó állításnak a intellektuális tartalma. A szakmára való felkészítés, felkészültség
és a valaha volt studium generálé nem azonos, és mindkettőre szükség van. Ez az állítás. Ugye ez úgy szokott megjelenni most a sajtóban, hogy a kommunikáció az büfészak. Mi baj van a büfészak megnevezéssel? Hát ezt is tudjuk, hogyha követtük az eseményeket, vagy akár visszanézünk, hogy mindig volt büfészak az elmúlt 30-40 évben, de mindig más. Leggyakrabban a most humán menedzsernek nevezett szak megelődje a népművelés szak volt. És így tovább, és így tovább. Ezzel nem a megnevezés az igazi baj, hanem az a társadalmi gyakorlat, amiből kijön ez a megnevezés, hogy valamit kipécézünk, bűnbakká tesszük, és mint bűnbakot megpróbáljuk kisöpörni a közéletből. A szaknak van viszonya más szakokhoz. Vajon a betöltött társadalmi szerep betöltéséhez szükséges kompetenciák és skillek megléte a döntő, avagy az, hogy milyen szakos képzés keretében történt a felkészülés? Ez egy optimalizálási kérdés abban az esetben, ha kooperatív módon közelítjük meg a problémákat. Sajnos azonban az a környezet, amiben élünk, ezt a kooperációt majdnem lehetetlenné teszi, és folyamatosan kompetitív helyzetek alakulnak ki, amelynek az a lényege, hogy te nem, én igen. Egészen biztos, hogy ha maga a szakma nem tud ezen az áll dolgon túllépni, akkor a hatalomgyakorlásnak sikeres és kitűnő módja lesz a továbbiakban is a megosztás. A Studium Generale, ami tehát egy középkorban ránk maradt tudáscsokor, olyan általános tudások vannak benne, hogy megtanuljunk például, és gyakorlatilag egyetemi környezetben tanulmányt írni. Hogy megtanuljunk úgy beszélni, ami egy nyilvános beszéd igényeit kielégíti, és így tovább. Tehát nem szakspecifikus, hanem ahogy a nevében is benne van, egy általános stúdium. A 90-es évek elején ezt értelmiségképző tárgyaknak nevezték, ez a megnevezés kiveszett, a Studium Generale nem jött be csak egy-két helyen most az utóbbi időben. Nagyon izgalmas dolgok vannak a háttérben. Én, mint valaha volt villamosmérnök, azt éltem végig 5 éves egyetemi, műszaki egyetemi tanulmányaim során, hogy az a fő kérdés, hogy a mérnöknek, amikor kikerül az egyetemről, akkor abban az értelemben kell mindent tudnia, hogyha elmegy egy munkahelyre és leül az asztalhoz, amit kijelöltek neki, akkor tudja, hogy a jobb felső fiókban milyen ellenállás van. Vagy pedig az a feladata egy frissen kikerült mérnöknek, hogy rövid idő alatt betanuljon abba a helyzetbe, amiben találja magát. Tehát legyen rugalmas, szélesebb felkészültsége legyen, legyen rugalmas, avagy pedig minden tudjon úgy, ahogy éppen ott azon a munkahelyen kell, és egyáltalán nem biztos, hogy egy év múlva is ugyanarra van szükség. Vagyis az a kérdés, hogy mire képes itt a szak? Mit várhatunk a szak szakértőitől? Felkészültséget az élethosszig való tanulásra, felkészültséget a különböző kompetenciák eltérő kombinációkban való alkalmazására. Köszönöm a figyelmet. És akkor most Karácsony András következik, az ERTE jogi karán egyetemi tanár bejelentkezett, hogy egy rövid kis előadást akar tartani. Kedves kollégák, nem kis előadást, egy rövid hozzászólást. Csupán azért szeretném ezt most megtenni, mert korlátozott délelőtt az időm, és majd el kell mennem. Két aspektusban kapcsolódnék ahhoz, vagy két érvel pontosabban kapcsolódnék ahhoz, amit Horányi Özséb, mint más szakokral való kapcsolat, hatás említett, kommunikáció, média szakösszefüggésében, illetve
azt követően a Studium Generale-nak a gondolatmenetében. Ez a kis kiegészítőm nem azzal foglalkozna, hogy milyen a diploma lehetőség, és ez a szak megmarad, vagy nem marad, meg úgy tűnik, ugye ez az aktuális veszély aktuálisan elmúlt, és ez a lélegzetvétel lehetőség arra teremt lehetőséget, hogy kicsit tágabb összefüggésből is elmérkedjünk erről. Tehát én arról szeretnék mondani néhány szót, pontosabban két érvet, hogy a kommunikáció és médiatudomány a más szakokon való képzésben is alapvető szerepet játszik. És ennyiben, mint ennek az említett Studium Generálénak, ennek az általános tudásnak része kell, hogy legyen. Az egyik érvem az, hogy minden olyan szakterület a felsőoktatásban, és minden ehhez kapcsolódó tudomány, amire azt mondhatjuk, hogy az ember vizsgálja, hogy mi az ember kérdésre próbál valamilyen aspektusból választ adni, hát ez nem tud anélkül működni, hogy a kommunikáció tudomány, kommunikáció ember gondolataira ne legyen tekintettel. Ha visszamegyünk görögökhöz, az a bizony zon politikon, az ember egy társas lény, közegben van, hogy mi az a habarcs, amire utalt Özséb is az előzőekben, hát az a habarcs a kommunikáció. Hogyha erről az adott szakon tanuló, érdeklődő hallgató legyen pszichológus, vagy esztétikai befogadásvizsgáló esztéta, nem tud erről semmit, akkor nehezen tudja annak a saját szakterületének a lényegét is megragadni. Ez az egyik aspektus, ami arra utal, hogy jelen van a kommunikáció tudománynak a ismeretanyaga, pontosabban fontos lenne, hogy jelen legyen más szakoknál is. A másik megjegyzésem, másik összefüggés pedig, hát az nem ilyen általános, kicsit konkrétabb, hogy azok a szakok, amelyek mind a modern világot, most egy modern vagy posztmodern lényegtelen, amik az elmúlt 100 év világát vizsgálják, legyen olyan vizsgálódás, ami jogtudattal foglalkozik, a kultúrával foglalkozik, politikai történésekkel, közgazdászként a fogyasztói társadalom működéséről próbál gondolatokat kialakítani. Ezek mind abból kellene, hogy kiinduljanak, hogy az elmúlt 100 év világa, a tömegkommunikáció, a tömegmédiának a világa, azaz egy olyan világba élő emberről elmélkednek különböző aspektusban különböző tudományok, mely ember a tudásának a döntő részét a tömegmédia révén szerzi, és nem saját tapasztalatból. És hogyha ezt az aspektust megint csak elfelejtjük, akkor nem tud egy közgazdás sokat mondani arról, hogy hogyan alakulnak a gazdasággal kapcsolatos fogyasztási szükségletek, vagy a termelés szolgáltatásban a kreativitás, hogy jelenik meg, hogy alakul ki egy jogtudat egy adott társadalomban, vagy arra sem tud, hogy politikai tömegmozgalmak hogyan keletkezhetnek, hogyan működhetnek. Tehát mind a modern világgal foglalkozó szakok, illetve tudásanyagot felhasználó szakok, mind pedig azok, amelyek úgymond az ember tudományokkal összefüggőek, mind a két terület olyan, ahol a kommunikáció és médiatudományi ismeretek alapvető jelentőségek, ezt lehet úgy is mondani, hogy megalapozó, nem feltétlenül mondanám ezt a szót, hogy megalapozó, de alapvető jelentőségek, amelyet azt értem, hogy ezek nélkül az adott szakok ismeretanyagát sem lehet megfelelő mértékben elsajátítani. Tehát amikor a kommunikáció és médiatudományról beszélünk, akkor nem csak ezt a problematikát nem redukálhatjuk a kommunikációs média szak problémájára, a diplomának a problémájára, hanem ez a felsőfokú képzésnek nagyon sok területével érintkezik egy sokkal mélyebb, szélesebb problematika. Köszönöm szépen. A program szerint most van egy kis idő kérdéseket feltenni az előadó és hozzászóló személyéhez. Kérdezzetek. Szerintem meg fogom oldani mikrofon nélkül, legalábbis őszintén remélem. Akkor rendben, akkor mindenképpen kell, akkor természetesen felveszem én is a mikrofont. Horányi tanárról említette az előadásában, hogy miért probléma az, hogy a büfészaknak nevezzük a kommunikáció és médiatudományt, hiszen mindig is voltak büfészakok. Én abban látom az alapvető problémáját, hogy azzal fejeződő be az előadás, hogy azt mondtuk, hogy a kommunikáció és médiatudomány az embert elvezeti arra, hogy az élet hosszig tartó tanulást képes legyen végrehajtani,
Azonban az önbefejesítő jóstatok működnek a büfészaknál is. Amennyiben a diákok már középiskolás vagy BA végén azt hallják, hogy a kommunikáció és médiatudomány egy büfészak, sajnos sok esetben olyan diákok fognak jönni erre a szakra és erre a, akár erre az egyetemre, vagy bárhová, akik nem feltétlenül akarnak élethosszig tanulni, hanem az egyetemet egy szükséges rossznak tekintik a diploma megszerzése előtt, amivel el tudnak helyezkedni. Abba az esetben, hogyha megtartjuk büfészaknak a kommunikáció és médiatudományt, hosszabb távon nem higulnának föl a diákok, és nem válna az oktatás egyre nehezebbé, és egyre nehezebb lenne a szakot kihúzni ebből a percepcióban, ami jelenleg a társadalomban él? Ez egy olyan kérdés, amire biztos, hogy kell válaszolni, de én azt javasolnám, hogy a választ azt halasszuk el a vitára. Mert el fog hangzani egy olyan előadás, ami tulajdonképpen direkt ezt mondjuk úgy, hogy piszkálja. Igen, közben volt egy ilyen kis beszélgetés az értelmezésről, most a kérdéseknek van ideje, és a végén lesz lehetőség arra, hogy vitatkozzunk. Én úgy tudom, hogy be van kapcsolva. Akkor közelebb tartom. Jó? Oké. Van-e még kérdés? Oké, ha nincs kérdés, akkor most Derényi András következik, oktatás kutatója, felső oktatást kutatja, és akkor András, adom a... Köszönöm szépen. Most nem, köszönöm szépen. Nem a kommunikáció szakról szeretnék beszélni, hanem azt gondoltam, hogy azt a... szakpolitikai gondolkodást igyekszem megvilágítani, körbejárni, ami odáig elvezethet, hogy egy politika szakokról, azok megszüntetéséről vagy indításáról gondolkodik. És azért, hogy megpróbáljam bemutatni azt, hogy ezeknek milyen egyébként tényleges előnyei lehetnek, és milyen kockázatai lehetnek. És ez az a szakpolitikai gondolkodás, amit mostanában úgy szoktak hívni, hogy tényekre alapozott szakpolitika, vagy evidence-based policy, az angol kifejezés, hogy ezt eléggé nehéz magyarra fordítani. Elég erős nyomás van most arra, hogy szerte a világban az közpolitikák, nem csak az oktatáspolitika, mindenféle más közpolitika, ilyen evidence-based, tényekre alapozott gondolkodással történjen. Mit jelent ez? Azt, hogy egyszerűen megpróbálunk adatokat gyűjteni arról a területről, a valóságnak arról a szeletéről, amire éppen szakpolitikát művelünk, készítünk elő és művelünk, és ezeknek az adatoknak az elemzése alapján próbáljuk felépíteni a szakpolitikánkat. Sőt, ilyen adatokat kitűzünk célként, indikátorok jelennek meg, és ezek elérését tekintjük a szakpolitika céljának. Tehát ilyen értelemben egy ilyen adatokra alapozott, az adatokkal, a statisztikákkal bőkezűen bánó oktatáspolitika ez. Mi az oka annak, hogy ez a nyomás, hogy tényekre alapozott szakpolitikák alakuljanak ki, megjelent, annak az arról sok mindent lehet mondani. Leginkább összefüggésben van azzal, hogy az állami költségvetésekre egyre nagyobb nyomások nehezednek, és például az olyan közszolgáltatásokra, mint az egészségügy, az oktatás, kultúra, egyre nehezebben tudnak a kormányok pénzt költeni, és ezért egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy amit egyáltalán költenek, azt hogyan költik el. Megjelenik az elszámoltathatóságnak a kérdése, azaz a mindenkori finanszírozó számoljon be arról, hogy az adó forintokat hogyan, mire költötte el, mennyire hatékonyan költötte el, milyen célok érdekében költötte el, és azok a célokat hogyan sikerült neki megvalósítani. És ezeket adatokon keresztül azt gondolják, hogy jól be lehet mutatni. A szakpolitikát itt nem csak országos szinten értelmezem, hanem például egy intézmény vezetés, egy egyetem vezetése is szakpolitikát művel az adott intézmény vonatkozásában, és ott ugyanúgy megjelenik ez a kényszer, hogy adatokkal, evidenciákkal foglalkozzanak, és azok mentén próbálják meg az intézmény saját működését, stratégiáját, és utána annak megvalósítását nyomon követni, figyelni, tervezni. Azt tapasztaljuk, hogy ha sok-sok adattal dolgozunk, akkor ezek az adatok nagyon sok olyan összefüggést megmutatnak, amire korábban nem gondoltunk, amit korábban nem láttunk, és ennek segítségével
újfajta összefüggéseket láttunk, úgy tudunk gondolkozni az adott területről, hogy korábban nem tudtunk róla gondolkozni. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha azt kérdezzük meg, hogy jó-e és miért jó, hogy vannak ilyen adataink, akkor elég sok érvet tudunk fölhozni amellett, hogy jó, hogy vannak ilyen adataink, és tulajdonképpen ez az evidence-based policy, ez egy jó irány lehet, és nem csak azért, mert hogy most Magyarországra térjek, azért, hogy igazolni tudjuk vele, hogy éveken át sok milliárd forintot költöttünk adatbázis fejlesztésekre. Ugye ez a szakpolitikának egy érdekes vonulata, hogyha én szeretnék egy adatalapú szakpolitikát folytatni, akkor kell, hogy tudjak adatokat gyűjteni, jó adatokat gyűjteni, az utána elemezni. Hát milliárdokat költöttünk a felsőoktatási információs rendszerre. Ma már a törvény és a végrehajtási rendeletei oldalakon keresztül sorolják, így szép listázva, hogy milyen olyan adatokat kell a felsőoktatási intézményeknek gyűjteni és szolgáltatni egy központi adatbázisba, ami alapján aztán például a minisztérium minden tud az oktatókról, a hallgatókról, a költségvetésről és mindenféle másról. Amivel mindenki találkozott, a felvi rendszer, ugye? Az nem csak egy felvételi folyamatot menedzselő rendszer, de egyben a felvételivel összefüggő, irgalmatlan mennyiségű adatot is adatbázisba rendező rendszer. Innentől kezdve mindent tudunk arról, hogy milyen középiskolai eredménnyel, kik, honnan, hanyadik helyen, milyen intézménybe kívánnak jelentkezni. Tehát egy eléggé jó mintázat rajzolódik ki arról, hogy a felsőoktatásba igyekvők, azoknak milyen tanulási törekvései vannak. Korábban azért ezt így nem láttuk, legfeljebb érzéseink voltak erről. Megjelenik, biztos mindenki hallotta már ezt a VIR vagy AVIR rövidítést, ez a vezető információs rendszer, az A az elején, az az adatbázis alapú. Megint intézményeken belül és az intézmények fölötti szakpolitika ezekből az intézményi adatokból különféle mutatókat képezve nagyon sok olyan folyamatra tud rálátni, és olyan összefüggéseket lát meg, ami alapján előre tudja például jelezni, hogy mi várható a következő fél évben, egy évben egy-egy intézmény, vagy akár a teljes intézményrendszer vonatkozásában. Mikor fogy el a pénz, mikor áll le egy fejlesztés, mikor kell beavatkozni valahová. Elhíresült ez a DPR, ez a diplomás pályakövető rendszer. Ez is egy ilyen adatbázis, aminek a legutóbbi verziójában már nem egyszerűen kérdőíveket küldtek ki volt hallgatóknak, hogy megkérdezzék, hogy hol helyezkedtek el és hogy érzik magukat, hanem különféle adatbázisokat integráltak. Az adó, a TB, a munkaügyi és a felsőoktatási adatbázist egyesítették, és ebből tulajdonképpen egy teljes életút kezd kirajzolódni. Látjuk azt, hogy aki tavaly előtt végzett, az hol helyezkedett el, milyen munkakörben dolgozik, mennyi a kezdőfizetése, és ezek innentől kezdve éles, kemény adatok, tehát nem kérdőívek alapján, így összeállt mintákon alapuló adatok, hanem a teljes sokaságra. Ténylegesen például a legutóbbi adatintegrációban az előző évben végzettek 90%-áról van adat. Irgalmatlan lehetőségek ezek, időnként ijesztőek is, hogy mi mindent meg lehet tudni. És például, amit a kommunikáció szakkal kapcsolatban is, meg a mostani szak módosításokkal kapcsolatban is kommunikál a kormány, az ezekből az adatbázisokból van. Tudjuk ebből, hogy kezdő fizetések milyenek, hogy ki az, aki a diplomát nem igénylő munkakörökben helyezkedik el diplomásként, tudjuk azt, hogy ki az, aki munkanélküli, nem talált állást, nagyon jellemző adat, hogy hány hónap alatt találnak állást az álláskeresők, és nagyon sok minden más kirajzolódik ebből. Tehát az egyetem utáni folyamatokat is most már látjuk. Olyan az oktatás méltányosságára vonatkozó adatok kerültek elő most már, ami azt mutatja például, hogy még az első munkahely megtalálását is befolyásolja a családi háttérnek a jellemzője. Nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes kérdéseket vet föl például arra, hogy feladat-e a felsőoktatásnak ez a fajta méltányosságra való figyelés. Régóta mondja a nemzetközi szakpolitika, hogy igen, de hogy ez pontosan miben jelenik meg, azt eddig nem nagyon tudtuk, illetve ilyen szlogenek voltak. Most lehet tudni, hogy fókuszálni kell bizonyos területekre. Az oktatás felül elmenve tudjuk, hogy a tudományos eredményeknek, a publikációknak ma már egyre nagyobb adatbázisai vannak, nemzetközileg is a Web of Science, Magyarországon a tudományos művek tára és egyebek. Ugye aki publikál, aki tudományos életben dolgozik, az pontosan érzi azt a nyomást, hogy mit jelent, hogy ebbe bekerülni,
citációs adatok és egyebek, amikre egyre inkább figyelnek az intézményvezetők és a szakpolitikusok is. És hát arról is sokat hallottunk, ezek már mindenféle vegyes adatok, képzett indikátorok, mutatók, amikből rangsorokat állítanak föl. Ugye egyre nagyobb divatja van a különféle rangsoroknak, Magyarországon is vannak rangsorok a világban, egyre több rangsor készül, ami egyetemeket, vagy karokat, vagy képzéseket bizonyos mutatók szempontjából sorba állít, és megmutatja, hogy közöttük milyen különbségek vannak. Ez is azóta lehetséges, amióta vannak adataink egyáltalán arra. Tehát ez adatok az jó, hogy van, sok van, informálják a döntéshozókat, tulajdonképpen segítenek célokat kialakítani a korábbi célok elérésének a sikerét vissza tudják jelezni, be tudják mutatni, hogy milyen beavatkozást igénylő területek vannak. Tulajdonképpen most lehetne hosszasan mutatni azt, hogy a kommunikáció szakról mennyi mindent tudunk. Nagyon sok mindent tudunk. Az oktatási hivataltól kértem adatokat, döbbenetes, egy csomó olyan adatot is adtak, aminek semmi értelme szerintem. Tehát látom most, hogy az összes kommunikációs képzés az egyes intézményekben, azt szerinti bontásban, hogy levelezősökről, vagy nappalisokról, költségtérítésesekről, vagy államilag finanszírozottakról gondolunk. Azokban a hallgatók előrehaladása milyen, azt szerint, hogy melyik megyéből érkeztek. Gyönyörű térképeket, ilyen ország, színezett ország térképek vannak. Semmi értelme szerint. Tehát sokat ez nem mond nekünk, mégis órákat, napokat el lehet vacakolni ilyen gyönyörű kimutatásokkal, sőt konferencián megjelennek ilyen adatok, amikben ezt mutogatják. Tehát hogy az adatoknak van egy olyan, ha sok az adatunk, akkor és nem figyelünk elég, akkor rengeteg egymás, nem igazán releváns, vagy egymáshoz nem sok közel rendelkező adatokat is hajlamosak lehetünk összeállítani, és ezekkel foglalatoskodni. És akkor rátérnék arra a következő résztémámra, hogy milyen következményei kockázatai vannak egy ilyen tényekre alapozott szakpolitikának vagy nézőpontnak. Az egyik ilyen az az, hogy egyáltalán milyen adatok állnak rendelkezésünkre. És ez nem csak annak a kérdése, hogy éppen milyenek vannak, és másfélék pedig nincsenek. Tehát amilyen adataink vannak, olyannak fogjuk látni a világot ezentúl. És amiről nem gyűjtünk adatot, mert nem jut eszünkbe, vagy nem férünk hozzá, a világnak azt a részét nem fogjuk látni. Tehát, hogy ez egyfajta, mint egy reflektorba helyez bizonyos területeket, bizonyos nézőpontokat megvilágít, viszont mások sötétben maradnak, amiről elfelejtünk gondolkodni, mert nincsenek róla adataink. Az OECD statisztikai vezetője, az András Schleichernek volt egy mondata, amit nagyon sokan idéznek, hogyha nincs adatod, akkor amit mondasz, az csak egy vélemény. Ugye ez egy ilyen kicsi statisztikusoknak ez a nyomása ezen a dolgon. Nagyon kockázatos az, hogy az adatokon kívüli világgal nem foglalkozunk. Egy következő kérdés, hogy egyáltalán amiről van adatunk, az jó minőségű adat-e. Tehát, hogy mennyire teljes körű, mennyire relevánsak azok az adatok, és mit mondanak azok az adatok. A sok adatunk van, ez bizony befolyásolja a szakpolitikai gondolkodást, és nyilván arról gondolkodik a szakpolitika, amiről vannak adatai, és úgy gondolkodik, amilyen adatai vannak. A meglévő adattömeg, ahogy szervezzük, ez fókuszokat, gondolkodási fókuszokat képez, és például azt tapasztaljuk, ez ugye mindannyian látjuk, hogy megjelenik ezek miatt, mert ilyen adatokat gyűjtünk, egy nagyon erős fókusz a munkaerőpiaci relevanciájáról a képzéseknek. Ez valójában egyetlen elem, mégis, mintha erről szólna az elmúlt jó néhány év, és ez határozná meg nagyon erősen a gondolkodást, miért ezek az adataik vannak, sőt, miután ezt fontosnak kezdjük tartani, erre gyűjtünk további adatokat, még több adatunk lesz róla, és tulajdonképpen másról sem szól a szakpolitika, mint hogy a képzések, a felsőoktatás munkaerőpiaci relevanciáját vegyük górcső alá, és arról gondolkodjunk. Ennek mindenféle egyéb következményei vannak, például az, hogy egyre inkább egy ilyen reaktív felsőoktatás iránti igény kezd kialakulni, keresleti szemlélet jelenik meg, például egy lehetséges kínálati szemléletmód helyett. Tehát, hogy ahogy gondolkodunk a szakról, a képzések egészéről, az kap egy sajátos megvilágítást, és elfeledkezünk arról, hogy még más, egész más gondolkodások, megközelítések is lehetségesek, amik adott esetben egész más eredményekre vezetnek.
De nincs a kettő összevetve, mert csak az egyikről gondolkodunk. Van egy másik veszélye is annak, a sok adatunk van, hogy magabiztosságot okoz. Azt hiszik az oktatás politikusok, hogy mostantól kezdve mindent tudnak, mert ott vannak az adatok. És megjelenik egy ilyen túlzott beavatkozási inger. Nálam vannak az adatok, mindent tudok, tehát azt is tudom, hogy mit kell csinálni. És megjelenik az a kormányzásról alkotott felfogás, hogy az a kormányzás, hogy én oda megyek és kijavítom, megcsinálom helyettetek, mert én tudom, mert megvannak az adatok. És ez túlszabályozáshoz vezet. Látom, hogy mi van, mi a helyzet, és megpróbálom ezt szabályozással rendezni például. Vagy túlságosan direkt közvetlen, és nagyon gyors visszacsatolások jelennek meg. Ja, meglátom az adatok, hogy valami baj van, azonnal intézkedem. Miközben lehet, hogy ki kéne várni néhány évet, mert ez az adat egy pillanatfelvétel, és lehet, hogy egy folyamat valamilyen állomását mutatja, és 3 év múlva már máshogy tudnánk erről gondolkodni. Ezek a gyors visszacsatolások, pláne egy olyan lassú és hosszú periódus idővel működő területen, mint a felsőoktatás, eléggé komoly kockázatokat hordoznak. Vagy például rossz összefüggéseket állapítok meg, és azt szerint szeretnék kormányozni. Tehát például, amikor a munkaerőpiaci adatokat, vagy a diplomás pályakövetés adatait azonnal finanszírozási következményekkel látom el. Azt az intézményt finanszírozom majd, amelyiknek jó a diplomás pályakövetési adata. Vagy a kreditrendszert, ami egy tanulási mennyiségmérő eszköz, azt finanszírozási eszközként akarom felhasználni. Ebbe a rektori konferencia is beleesik. Nagy tanulmányokat írnak arról, hogy a kreditrendszerre hogyan lehetne az intézmény finanszírozást rátelepíteni, még nem ostobaság, de komolyan gondolják. Tehát ugye az, hogy van adatom, az egy ilyen nagyon, nagyon kockázatos, egy önbecsapáshoz is vezető, és nagyon rossz politikai akciókra is vezetheti a vezetőket. És akkor egy kicsit visszatérnék arra, amire úgy utaltam, hogy tulajdonképpen ezeknek az adatok által mondjuk azt, hogy eltérített fókuszú gondolkodás a képzésekről, a munkaerőpiaci elvárásoknak alárendelt képzésekről. Fölvehető az, hogy ténylegesen az a probléma, amit az adatok mutatnak, és amit az adatok alapján problémaként definiálnak. Vagyis az egyik ilyen, amit szoktak mondani, hogy a felsőoktatás szerkezetileg inkongruens a munkaerőpiacnak az elvárásaival, vagy igényeivel, vagy a gazdaság igényeivel. Tehát, hogy nem pont olyan mennyiségben, olyan szakembereket bocsát ki a felsőoktatás, amilyenre az adott pillanatban a gazdaságnak éppen szüksége volna. Vagy, hogy a felsőoktatás által biztosított kompetenciái a végzetteknek, azok elég jók-e. Tehát maguk a végzettek, a diplomások, azok kellően, hát a műszó az, hogy foglalkoztathatóak-e, tehát hogy rendelkeznek-e mindazokkal a skillekkel, amikkel egy adott szakmában éppen a gazdaság vagy a munkáltatók elvárják. Úgyhogy ténylegesen rossz-e a képzések hatékonysága, és erről kell-e gondolkodnunk. Vagy igaz-e az, hogy tévesek a tanulási ambíciók? Ugye? Tehát amikor mi nem engedjük be a hallgatókat azokba a csatornákba, azokba a szakokba, ahova egyébként menni szeretnének, jelentkeznek, hanem azt mondjuk, hogy ide nem mehetsz, vagy nagyon megnehezítjük a bejutást, viszont menjél oda, és ott még ösztöndíjjal ösztönzünk. Ez segít-e, vagy nem? Az-e a feladat, hogy mi akarjuk megmondani előre, hogy milyen tanulási vágyaid és tanulási terveid legyenek? Vagy egyáltalán igaz-e az, hogy itt vagy ott munkaerőhiány van? Megmondható-e ezek alapján, az adatok alapján? Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind téves következtetések, mert egészen máshogy kell erről a dologról gondolkodni. Miért? Egyrészt el lehet-e várni a felsőoktatástól mindezeket, amiket az előbb felsoroltam? Tehát, hogy képezzen olyan tökéletes pályakezdőt, aki pont ugyanarra a területre lép be, ahol szükség van rá, éppen olyan kompetenciákkal rendelkezik, amilyenre szükség van, tudatos karrierépítő legyen, szeresse a foglalkozását, és sorolhatnám. Miközben azt tapasztaljuk, és ez nem magyar, hanem nemzetközi vonatkozás, hogy jóval későbbre tolódik a pályaválasztás ideje, ezekben különféle váltások és kanyarok vannak. Azt tapasztaljuk, amiről az előbb már utaltam, hogy a családi háttér az hosszú távon meghatározza egy embernek az életpályáját. Azt látjuk, hogy az új generációnak egészen más a viszonya a világhoz, mint a korábbiaknak.
azt látjuk, hogy rendkívül fölgyorsultak a környezeti változások. Tehát ténylegesen, ha elmegyünk és megkérdezünk egy munkáltatót, az maximum 2 évre lát előre. Egy bachelor képzés 3 évig tart. Vagy vannak most, ugye az elmúlt 2 hét alatt rengeteg mindenféle blogbejegyzés született meg, beszélgetések, nyilvános beszélgetések voltak, mindenféle érvek elhangzottak, egyet kiírtam. Azt írja egy szakember, hogy még 3 éve social media menedzserekre volt szükség, ma már nincs is ilyen munkakör a cégeknél. De hogy máshonnan hozzak. Van egy felmérés, mi szerint a ma 35 évesek 1/3 már nem az a foglalkozást végzi, mint amire a végzettsége szól. Amerikában ez úgy néz ki, hogy egy 35 éveseknek a fele ma már az 5. munkahelyén van. De a jövőkutatók szoktak ilyet mondani, hogy 10 év múlva a legkeresettebb 10 foglalkozásnak a felét még nem ismerjük, nem létezik. Tehát, hogy ez az a környezet, amiben a felsőoktatás működik, és amilyen környezettel szemben a szakpolitika egy ilyen kongruens és jól célzott kompetencia mixet vár el, mint kibocsátási eredmény. Valószínűleg megállapíthatjuk, hogy ez egy ilyen nincs. Tehát ebben a környezetben nem lehet teljesíteni azokat a szakpolitikai elvárásokat, amit a szakpolitika éppen a képzésekkel kapcsolatban a felsőoktatás iránt támaszt. Magyarul, ha ez marad, akkor a feszültség, a nézeteltérések és a konfliktusok azok állandósulni és erősödni fognak. Most átugrom egy kicsit, beszéltem volna arról, hogy mit jelent a magasan professzionalizálódott szakmákra való képzés és az alacsony szinten professzionalizálódott szakmákra, vagy olyan területekre való képzés, ahol igazából nem szakmásodott még a világ. Ezt majd esetleg később a vitában. Mi ennek a következménye? Megjelenik egy túlszabályozás, egyébként nem csak Magyarországon, hanem máshol is, csak máshonnan kezdik. Tehát a világon nincs még egy olyan ország, ahol például egy kormány állapítaná meg a szakokat, azoknak a kimeneti követelményeit, és még azt is megmondaná, hogy oda hogy lehet eljutni, tehát hogy beszabályozna milyen, és hogy törvényekkel szabályozna azt, hogy hogyan oktassák ugyanezeket. Tehát miközben elvárunk egy rugalmasságot a kimenetnél, akközben végig különféle békjókat verünk le a rendszerben. Mindennek vannak olyan nagyon komoly következménye, például az innovációs képessége az intézményeknek nagyon legyengül, már például a képzések vonatkozásában. A világ tele van olyan gyűjteményekkel, amik a felsőoktatási intézmények a képzésekre vonatkozó legkülönbözőbb innovációit, kísérleteit, megoldásait tartalmazza. Magyarokat nagyon keveset találunk. Nemzetközileg nem nagyon, itthon nagyon keresni kell, hogyha képzési innovációkat akarunk. Egyszerűen ez a szabályozás, a MAB-nak a gyakorlata, az egyfajta ilyen innovációs bénultságot okoz a rendszerben. Nem mernek az oktatók új kísérletekbe belevágni. Ennek elég komoly következményei lehetnek. És azt is jelenti, hogy folyamatosan elmaradunk a szakma igényeitől, ha egy ilyen utánkövető nézőpontot veszünk föl, mert mindig utólag reagálunk arra, hogy a szakma most mit mond, és majd mire lesz szüksége később. Úgyhogy ha fölvetjük azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen helyzetben hogyan kéne átpozícionálni a szakpolitikát, vagy egy adekváltabb képzési szakpolitika hogy nézzen ki, és körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy megfordulnak a nézőpontok, és nem feltétlenül a felsőoktatásra irányul a felsőoktatási szakpolitika, hanem annak a rendszer környezetére. A felsőoktatással egyre kevésbé oktatási minisztériumok foglalkoznak, hanem a kutatás fejlesztésért felelős minisztérium alá tartozik a felsőoktatás, vagy például az innovációért felelős minisztérium alá tartozik a felsőoktatás. Néhány helyen a képzésből, vagy a foglalkoztatás politikához tartozik a felsőoktatás. Ezek ilyen nézőpontokat is kifejeznek, hogy egy adott országban mit tekintenek fontosnak. Megjelennek olyan új kifejezések és nagyon komoly fejlesztések, hogy skills policy. Tehát, hogy nem szakokban gondolkodunk, hanem skillekben. Skilleket igyekszünk fejleszteni, ezekre irányulnak kormányzati fejlesztések. Egy ponton túl indiferensé válik, hogy ez milyen intézményből származik, még az is, hogy felsőoktatási intézményből származik-e vagy nem. Olyan keretrendszer fejlesztések zajlanak, ahol ma már a master szinten is elismernek nem felsőoktatásból képződött skilleket. Sőt, megjelentek olyan törekvések is, hogy úgy szervezzék meg a képzési kereteket, hogy akár doktori szinten is lehessen olyan képesítést szerezni, amit nem a felsőoktatás ad ki.
azaz a skillekről való gondolkodás, a kimenet felől nézzük meg ezt a dolgot, akkor az álmai a más megvilágításba helyezi ezt a kérdést. A felsőes fontos marad, de nem azért, mint eddig. Illetőleg a felsőes belső problémája az kívülről nem jelentkeznek igazi problémaként. A másik ilyen az az innovációpolitika, ami megint nem szektorokra irányul, hanem általában az innovációs képesség fejlesztésére irányul. És hogyha ezeket nem a rendszerre, hanem a környezetébe vagy a fölötte levő szintekre irányul a szakpolitika, akkor az valójában új játéktereket tud létrehozni, új mozgásteret engedélyez, és hogyha van is mozgási szabadsága az intézményeknek, akkor ebben el tudnak kezdeni mozogni, és olyan megoldásokat tudnak hozni, amik előremutatóak. Nagyon fontos szerintem az, hogy nem az a jó irány, amikor azt mondjuk, hogy kiszolgáljuk a munkaerőpiac vagy a gazdaság igényeit, hanem nagyon sok helyen úgy gondolkoznak a felsőoktatás, ami meghatározza azt. Tehát keresleti helyzet van, majd a leendő gazdaság és munkaerőpiac olyan lesz, amilyen szakembereket kiképez a felsőoktatás, mert így meg tud jelenni egy csomó olyan új innovatív szakma, olyan végzettségek, amelyek jelenleg nincsenek a piacon, lehet, hogy 5 év múlva a legkeresettebbek lesznek. Ez a követő típusúval ilyenek nem fognak előállni. Tehát, hogy az adatokra alapozott szakpolitika, és itt fejezném be, az nagyon erősen egy ilyen reaktív szemléletet hoz, és kevésbé enged teret a proaktív szemléletmódnak. Tulajdonképpen ami probléma az, hogy például a felsőoktatási intézmények is beállnak ebbe a dologba, és elkezdik ezt magukra vonatkoztatni, elfogadják azokat az adatokat, és azokból szerzett azok alapján kialakuló szakpolitikai interpretációkat, és ebben a mezőben kezdenek el mozogni, ahelyett, hogy vennék maguknak a fáradtságot, és tovább elemeznék az adatokat, bemutatnák, hogy vannak más értelmezések, más összefüggések, további adatok, amivel nem foglalkozik a szakpolitika. Tehát még ebben a térben sem veszik föl a kesztyűt, és viselkednek partnerként, miközben pedig szerintem éppen az volna a feladat, hogy felmutatni azt, hogy nem csak ez a nézőpont létezik. Köszönöm szépen! Rövid idő van kérdésre. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez főleg a nemzetközi tanulmányok szaknak a megszüntetésének a kérdését érintheti, hogy akik a diplomaszerzés után külföldön helyezkednek el, azoknak az aránya nem torzíthatja azokat az eredményeket, amiket egyébként végeznek a statisztikai kutatások során egy-egy szaknak a kapcsán. De biztosan torzíthatja, így ezeket direktbe, vannak olyan megoldások, amikkel ezeket lehet, ha kellően gondosan járunk el, korrigálni. Tehát például a nagy nemzetközi statisztikákban viszont nyomát lejjük annak, hogy külföldön hány magyar tanul és dolgozik, tehát hogyha valaki kellően differenciáltan kezeli az adatokat, akkor tudja ezekkel korrigálni. Hogy ez megtörténik-e vagy nem, az mindig egy kérdés. Még kérdés? Oké. Akkor Szondi Réka következik, ő PR tanácsadó és nálunk PhD hallgató. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Én egy kicsikét más aspektusból fogom megvilágítani ezt a problémát, ami körülbelül így egy hónapja nyilvánosságra került. De egy olyan fajta állítással kezdeném tulajdonképpen ezt az előadást, hogy ez, ami nyilvánosságra került, ez csak egy jel. Ez csak egy helyzetet mutat be, és tetszik, nem tetszik, erre a helyzetre valamilyen módon reagálnunk kell. Tehát az, hogy a kommunikációs média tudományának a képzésnek a megítélése vegyes, az, hogy magának a szaknak, a képzésnek a létjogosultsága bizonyos emberekben megkérdőjeleződött, ez azt gondolom, hogy ez nem kérdés, tehát ezt simán tényként kezelhetjük. És valójában az, hogy mi vezetett ehhez a helyzethez, ezzel részletesen nem kívánok foglalkozni. Özséb arra kért föl, hogy a megoldási javaslatra tegyek egy olyan fajta vázoljak fel egy olyan fajta víziót, vagy olyan fajta megoldási javaslatot, ami szerintem megoldás lehetne. Ez az én szakmai véleményem, ezzel nyilvánvalóan lehet vitatkozni, és vitatkozzunk is,
majd az előadás után, de úgy gondolom, hogy éppen abból adódóan, hogy a kommunikációs médiatudomány megszületése, léte az eleve egy interdisziplináris lét, éppen ezért kicsit ki kéne szakadnunk az abszolút csak szimplán vagy szárazon kommunikációtudományi megközelítésekből, illetve annak egyfajta részterületéhez fordulhatnánk, és hát lehet azt mondani, hogy persze PR-es vagyok, és mindenki azt csinálja, hogy én nekem mindenről a PR jut eszembe, de valójában a megoldás az egyfajta PR megoldás lehetne. És egy olyan fajta megoldás lehetne, amit a cégek és amelyet a szervezetek, tehát a kereskedelmi cégek és a kereskedelmi szervezetek már használnak. És hogyha azt kérdezzük, hogy a kommunikációtudománynak a társadalmi megítélése az micsoda, akkor ugye jönnek azok a fogalmak, amikkel akár szociológusként, akár kommunikációtudományi szakemberként foglalkozunk, és ez az attitűd és az attitűdváltozás, vagy akár pszichológusként. De én azt mondom, hogy egy másik fogalmat próbáljunk meg átvenni, akár ugyanúgy, mint ahogy a társadalmi marketing 40 évvel ezelőtt átvette a kereskedelmi marketing technikáját éppen azért, hogy azokat a közjó célokat vagy társadalmi célokat elérje, és ugyanazokat a sémákat próbálja meg például mondjuk akár a környezetvédelemben, vagy más társadalmi célok elérésében alkalmazni, mint amit mondjuk egy FMCG cég esetében egy kampányban felépít. Én azt mondom, hogy nézzük meg azokat a technikákat, amelyeket a hírnév menedzsment alkalmaz. Ugye a hírnév menedzsment, vagy reputáció menedzsment, eleve ennek a fogalomnak is egy elég tág értelmezése van. Nagyon-nagyon gyorsan csak, hogy megmutassam, hogy ez egy mennyire összetett probléma valójában. Az egyik amerikai szerzőnek, von Braunnak van egy olyan fajta táblázata, ami csak magának a vállalati hírnévnek a definícióit a különböző tudományterületek megközelítéséből szemlélteti azt, hogy mennyire összetett ez a probléma, amit a hírnév önmagában jelent. Csak 8 fajta megközelítése van, csak hogyha a kommunikációt veszem, akkor a kommunikáció megközelítéséből a reputáció az a jellemvonások összessége, amelyek azokból a kapcsolatokból alakulnak ki, amelyeket a vállalat a sokféle érintettjével kialakít. De például szervezetelmélet szempontjából egy hasonló, de mégis más megfogalmazás van, hogy a reputáció a vállalat kognitív reprezentációja, amely abból adódik, ahogy a stakeholderek a vállalat tevékenységét értelmezik. Szociológiában már társadalmi konstrukciókról beszélünk, amikor hírnévről beszélünk, tehát megint van egyfajta, már a hírnévnek sincs egy ilyen általánosan elfogadott definíciója, de amiről most beszélhetünk, az, hogy tulajdonképpen a hírnevünk sérült. Most egy hírnévválságban vagyunk, a kommunikációtudomány egyfajta hírnévválságban van. És hogyha hírnévről beszélünk, akkor ki az, aki szakmailag a hírnév gondoskodik, tehát a hírnévről gondoskodik, vagy a hírnévért felelős? Hát a marketing kommunikációban ezek a PR-esek. Tehát valójában ugye a public relationsnek az egyik fajta definíciója az éppen az, hogy a hírnévről, mint értékről, és a hírnévről fogunk gondolkodni. És hogy hogyan tudjuk ezt a hírnevet megváltoztatni, ehhez nyilvánvalóan először és a legeslegelső lépése mindenféle ilyen folyamatnak, tehát akár egy ilyen reputációmenedzsment vagy hírnévmenedzsment folyamatnak, az, hogy felmérjük saját magunkon belül, és a szervezeten kívül, hogy kik az érdekgazdáink, ezt ugye jó angolos kifejezéssel stakeholdernek nevezzük, tehát gyakorlatilag kellene készítenünk magunkról egy stakeholder elemzést. Ez lenne az első lépés az egész folyamat kiindulásában. Ez belsőleg is jelent egyfajta stakeholder elemzést, és külsőleg is, tehát ha magunkat, mint kommunikációtudományt, kommunikációs médiatudományt, illetve mint az oktatási struktúrát is egyfajta közös szervezetnek nézzük, akkor ennek igenis, hogy meg kell nézni ezeket a belső és külső érdekcsoportait. Bocsánat, csak egy kicsit. Igen. Ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen kik a belső érdekgazdáink, vagy belső stakeholdereink, ugye itt vannak a munkatársak,
vannak az oktatók, vannak a kutatók, tehát ez egyfajta csoport már az érdekgazdák körében. Ugye vannak, ha általánosságban vesszük, akkor ma magunkat egy szervezetnek tekintjük, akkor is vannak ugye szervezeti vezetőink, akár az egyetemi vezetők lehetnek, vagy akár ez minisztériumi vezetők, tehát irányítás is lehet. És hát valamilyen módon ugye a belső, ha egy céget nézzünk, akkor a belső érdekgazdák a tulajdonosok. Na most itt egy olyan kérdés van, hogy most mi magunknak, tehát hogy ki itt a tulajdonos ebben a történetben, az, aki anyagilag finanszíroz, vagy aki a tudásnak a letéteményese, tehát ez is egyfajta kérdés tulajdonképpen ebben a körben, de amikor egy vállalati környezetet nézünk, akkor ez a három nagy belső érdekgazda csoport van. Külsőleg pedig ez egy tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy kik a külső stakeholderek. Ugye itt vannak mondjuk akár a kormánytagok, a politikai döntéshozók, a médiumok képviselői is tulajdonképpen a külső stakeholderek közé tartoznak, szakmai szervezetek, szakértők, iparági képviseleti szervek, illetve a nemzetközi kapcsolataink, tehát a nemzetközi, akár ugyanígy kommunikációtudományi társaságok, vagy a külföldi szakok is ebbe a külső stakeholderek körébe tartoznak. Azt rögtön az elején le kell szögeznem, hogy egy ilyenfajta folyamat, még akkor is, amikor megcsináljuk ezt a stakeholder elemzést, és egy hírnévépítés az egy nagyon-nagyon lassú és hosszú folyamat. És nem is feltétlenül egy darab szervezetnek, tehát a kompetenciájába tartozhat. Tehát ugye itt mondjuk a Magyar Kommunikációtudományi Társulás az lehet ennek a, gyakorlatilag a gazdája, de valójában ez szervezeteken átívelő, vagy azt mondom, hogy bizonyos szervezetek fölött álló csoportnak, vagy csapatnak kellene ezt valójában intéznie, illetve irányítania. Tehát hogyha elkezdődik ez a stakeholder elemzés, tehát felmérjük azt, hogy kik az érdekcsoportjaink, és megnézzük azt, hogy velük milyen kapcsolatban vagyunk, azért megint most a közgazdaságtanhoz is kell kicsikét nyúlnom. Nem tudom, hogy ki hallott már a Pareto elvről, biztos sokan hallottatok. Tehát ezt ugyanígy az érdekgazdákra is lehet vonatkoztatni. Ugye a Pareto elv az a 20-80 elve, tehát hogy az érdekgazdáinknak tulajdonképpen a 20%-a tudja az ellen, tehát a fékeknek a 80%-át csinálni, és pontosan ugyanígy az érdekgazdáink 20%-a tud 80%-ig a mi elő, tehát a hírnevünk építésében is részt venni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon pontosan meg kell találnunk, hogy a stakeholdereken, az érdekgazdákon belül mik a prioritások, tehát kikkel kell elsősorban foglalkozni, és kik azok, akikkel nyilván mindenkivel kell foglalkozni, tehát a PR-ben nincs olyan, hogy valakivel nem foglalkozunk, de kik azok, akik a legnagyobb hatást fejtik ki a hírnevünk építése, vagy esetleges rombolása érdekében. Hogyha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen egyáltalán ez az egész bizalomépítés vagy hírnévépítés, ez hogyan tud működni. Itt nem elég csak a kommunikáció. Tehát a kommunikáción kívül tetteket is le kell tenni az asztalra, és ezeket a tetteket kell megfelelően kommunikálni. Tehát amiről az előbb Karácsony professzor úr vagy a hozzászólásában beszélt, tehát itt megmondom őszintén, hogy engem az egész helyzet azért szomorított el, mert egyrészt a cipésznek Lukas megint a cipője, tehát mi kommunikáció tudományi szakemberek, vagy mi kommunikációval foglalkozók nem tudjuk elmagyarázni a társadalom tagjainak, hogy mi miért vagyunk fontosak. Tehát, és mással nem tudjuk elmagyarázni, csak kommunikációval. Tehát van egy ilyen abszurd helyzet, hogy mi, akik ehhez értünk, mi nem tudjuk a saját társadalmi hasznosságunkat megértetni a társadalom tagjaival. Tehát itt van egy, tehát azért mondom, hogy ez egy helyzet, amire valamilyen módon reagálnunk kell, és amit Karácsony professzor úr mondott, tehát azt, hogy itt, ha megvannak a stakeholder csoportjaink, ugyanúgy, mint ahogy egy klasszikus marketing kampány esetében, a célcsoport elemzés, ugye a célcsoportból indulunk ki mindenféle ilyen kampánynál. Ha ismerjük azoknak a célcsoportoknak, a stakeholdereknek a motivációit, akkor sokkal pontosabban tudunk reagálni, és mindegyik célcsoportra megfelelő módon üzeneteket megfogalmazva tudunk gyakorlatilag reagálni, és megfelelő üzeneteket tudunk küldeni. Nyilvánvalóan kell egy általános szlogen,
most megint csak ilyen kereskedelmi marketinges kifejezéseket mondva, amely lehet akár az a szlogen, amit professzor is megfogalmazott, hogy hát a kommunikáció a habarcs, tehát hogy emberek, tehát hogy szuper jó, de mindenkinek szüksége van másfajta szinten, másfajta módon, de szüksége van egyfajta kommunikációs alapismeretre, és igenis, hogy szükség van ahhoz, hogy ezt a fajta kommunikációtudományi vagy kommunikációs ismereteket valaki átadja, szükség van kommunikációs szakemberekre. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű mondás, vagy akár egy nagyon egyszerűnek tűnő dolog, de minden egyes célcsoportnak a számára jól megfogalmazott üzenettel lehet csak tulajdonképpen ezt a fajta attitűdváltozást, vagy hírnévépítést valójában elérni. Tehát, és itt van egy nagyon nagy problémánk, és ez egy fajta, akár az legelső cél, hogy jelenleg nem tudunk sem magunkról gondolkozni egységként, és nem is tudunk így éppen emiatt kommunikálni sem saját magunkról egységként. Tehát amikor intézmények között probléma van arról, hogy most mi társadalomtudomány vagyunk, vagy bölcsészet, tudom, nem mindegy. Most, ha nagyon levetítem a dolgot. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, próbáljuk meg pontosan, ahogy az előző előadásban van, nézzük meg a csőnek a másik végét. Tehát a társadalmi hasznosságunk oldaláról, ha megfogalmazzuk a dolgot, tehát ha elmagyarázzuk azt, hogy miért van ránk szükség, akkor teljesen mindegy, hogy most akkor melyik kategóriába pakoljuk be magunkat elméletileg. Jó, most nyilván kutatás szempontjából, oktatás szempontjából nem, de itt most a társadalmi megítélésről van szó. Tehát itt arról van szó, hogy mondjuk 10 millió ember, a szakpolitikus éppen úgy, mint az a szülő, aki ennek a gyereke felvételizni fog. És az a szülő, aki nem a bolonya rend, tehát lehet, hogy még nem is diplomás, egy. Kettő, ha diplomás, nem a bolonya rendszerben szereztem meg a diplomáját, és fogalma sincs. Tehát már az probléma egyébként, tehát én marketingesként, felsőoktatási marketingben dolgozóként is, pont én már 6 edukáció kiállításon álltam végig a standon, és a szülőkkel beszélgettek nap, mint nap. A fogalmuk sincs, hát nem értik eleve már az, hogy mi az különbség tehát a főiskola és egyetem. Nekik még mindig az van, hogy most akkor nem mindegy, hogy melyik alapszakon vagy főiskolára, vagy egyetemre mész alapszakra. Holott elméletileg teljesen mindegy lenne, hogy egy főiskolán vagy egy egyetemen szerzed meg a kommunikációs médiatudományi alapszakodat. Teljesen mindegy lenne. De mégsem. Tehát, hogy ezeket, tehát még ezt sem tudtuk megugrani 10 év alatt valójában a kommunikációban, akár egy felsőoktatási kommunikációban, hogy a bolonya rendszert a szülőkkel megértessük, a tanárok sem mindegyike érti. Akkor miért, tehát és egy 18 éves emberben meg még kevésbé van, tehát itt nagyon-nagyon sok feladat hárul ránk tulajdonképpen, és ebben az egész reputációmenedzsment folyamatban tényleg ez lenne az alap, hogy megpróbáljunk belsőleg valamiféle egységes képet megfogalmazni kifelé, megfogalmazzuk megint csak marketinges szakkifejezéssel azokat a USP-ket, tehát a Unique Selling Proposition-öket, vagy Unique Selling Point-okat. Miben vagyunk mások? És egyébként én nem látom problémának akár azt, hogyha van egyfajta egységes képünk, egyfajta egységes szlogenünk, amit kifelé kommunikálunk, akkor erre épülve miért ne lehetne akár intézményenként egy kicsikét másfajta kommunikáció. Miért nem mutathatnánk be a sokszínűségünket? Igenis, versenyhelyzetben vagyunk. De versenyhelyzet az nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag inkább legyünk tök egyformák. Hát ott van egy csomó szakirány, egyfajta. Pontosan be lehetne mutatni azokat a skilleket. Miért ne lehetne? És mert nem tesszük meg. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, ezeket ugye mind-mind végig kéne gondolnunk belsőleg, és amikor megvannak ezek az üzenetek, akkor kell tulajdonképpen kifelé kilépnünk a nagyvilág elé, és megnéznünk azt, hogy tulajdonképpen ezeket az értékeket hogyan tudjuk kommunikálni. A hírnévnek van egy olyan fajta, ennek az egész folyamatnak egy olyan kiinduló pontja még, hogy le kell nyúlni azokhoz a gyökerekhez,
Tehát a hírnévnek vannak bizonyos kiinduló pontjai, és olyan fajta értékek, amiket a hírnév menedzsmentben alkalmaznunk kell. Egyrészt a láthatóság. Tehát meg kell mutatnunk az értékeinket, meg kell mutatnunk a tetteinket, amelyek megkülönböztetnek, és amiért pontosan azt mondom, hogy a hasznosságunkat és a szerepünket be tudja mutatni. És itt van egy olyan fajta dolog, hogy egy hatalmas előnyünk van. Az, hogy a média, most csak csúnyán mondom, mi vagyunk. Tehát, és ez is egyfajta sajnálatra méltó eredménye, vagy sajnálatra méltó része ennek a most kialakult helyzetnek. Ezt már mondtam is a diákjaimnak az órán, hogy nekem engem elszomorította az egész egyszerűen, hogy pont a kommunikációtudomány, vagy a kommunikációs szakma részéről felé semmiféle lojalitást nem láttam az újságírók részéről. Pedig, hát ha valahova, tehát az ember a saját fészkébe talán nem piszkít. És semmiféle lojalitást, vagy minimális lojalitást láttam az újságírók részéről nagyon-nagyon sokszor. Tehát ha valahol, akkor itt össze tudnánk fogni, és a média erejét az tulajdonképpen a saját magunk céljaira és a saját magunk érdekeiben tudnánk, magunk felé lehetne fordítani. Tehát be kell mutatnunk ezeket a tetteket, láthatóvá kell tennünk. Az, hogy milyen kézzel fogható hosszú távú eredményei vannak. Pontosan ezt, amiről az előző előadás is szólt. Tehát, hogy akik itt végeztek ezzel a fajta tudással, milyen fajta pozíciókban milyen fajta eredményeket lehet elérni. Vagy ha megfordítom, megint amit Karácsony professzor úr mondott, hogy az egyes szakterületeken is mennyire nélkülözhetetlen magának a kommunikációnak a jelenléte. Tehát csak vegyük az orvosképzést. Tehát az egészségügyi kommunikáció az egyik legkritikusabb pontja ma a magyar társadalomnak, és nem történik ebben az ügyben semmiféle olyan előrelépés, hanem első évben ilyen töltelék-tárgynak valamit tanul az orvos, a leendő orvos, úgy, hogy gyakorlatilag még élő beteget nem is látott. És azt se tudja, hogy milyen fajta helyzetekre kellene tulajdonképpen kommunikációs szempontból is felkészülni. Megint csak egy távoli példa talán, nem tudom, hogy ki ismeri a piros orbóhoz doktorokat. Dolgoztam velük elég sokat, jártam be velük a gyerekklinikára elég sokat, külsősként, tehát én nem vagyok bóhoz doktor. De valójában az egyik legfontosabb dolog, amit ők mielőtt betegekhez bemehetnek, az egy több mint fél éves tréning. És annak az alapja semmi más, csak a kommunikáció. Tehát, hogy ott a beteg gyerekekkel, egy kiszolgáltatott helyzetben sokszor szülő nélkül lévő gyerekkel hogyan kommunikáljon. Semmi más. Ez megint csak egy kommunikáció, és egy egészségügyi kommunikáció, és ők a lélekért dolgoznak, hogy a test is gyorsabban meggyógyuljon. Tehát ezeket mind-mind be lehetne tulajdonképpen mutatni, és egyes szakterületekre láthatóvá tenni. Ugye, amit mondtam az előbb, a különbözőség is a gyökere tulajdonképpen a hírnévépítésnek. Tehát, hogy igenis megmutathatnánk, hogy mi miben különbözünk, miben vagyunk mások, miben tudunk mást adni, akár más szakokhoz, vagy más tudományterületekhez képest. A hitelessége nagyon fontos dolog. Tehát nem szabad össze-vissza kommunikálnunk. Tehát ez egy ilyen, majdnem, hogy a krízis kommunikációnak is az egyik alapelve. Tehát, és most, hogyha baj van, akkor még inkább össze kéne tartanunk, meg kellene adnunk azokat a fő üzeneteket, amiket egységesen mutatunk a külvilágnak. Tehát muszáj, hogy a hitelességünket növeljük. És gyakorlatilag van egyfajta átláthatóság is, tehát ez lehet akár anyagi átláthatóság, lehet a képzésnek egyfajta átláthatósága, ezeknek az értékeknek egyfajta átlátható váltétele, ami tulajdonképpen ez az átláthatóság és a hitelesség az a bizalomnak egy kulcskérdése. Tehát amíg nem tudunk, és ilyen fű alatt, így, nem tudom, tehát hogy saját magunk, vagy magunkkal szemben is mentegetőzünk, tehát nem tudunk kiállni a nagyvilág elé büszkén, hogy mi ezt csináljuk, és gyakorlatilag az eredményeinket nem vállaljuk föl, és szinte mentegetőzünk a külvilág felé, és tehát addig ebből nem lesz, nem tudunk hírnevet építeni valójában. És ugyanígy egy fontos dolog a következetesség.
Tehát következetesen ezeket az értékeket kell, és mivel mondtam az elején, hogy ez egy nagyon hosszú távú folyamat, és nem fog egyik pillanatra a másikra menni, tehát valójában ezt a fajta következetességet kell közvetítenünk ezeknek az értékeknek a kommunikálásában. És azért is mondom, hogy hosszú távú folyamat, mert tulajdonképpen ugye az összes ilyen társadalmi tudatformáló kampány az ugye hosszú évek folyamán ért el egyfajta attitűdváltozást és egyfajta szemléletváltozást, és ugye a következő lépés az, amikor a cselekedetek is tulajdonképpen megváltoznak ennek a kommunikációnak a hatására. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogy egy környezetvédelmi kampány, tehát az, hogy mondjuk a szelektív hulladékgyűjtési kommunikáció az hány éve folyik, vagy környezettudatosságra való nevelés, oktatás, az hány éve folyik már Magyarországon, és most jelenleg milyen eredményekkel működünk, és mondjuk az országban bizonyos változásokat milyen eredménnyel lehetett elérni. Tehát ebbe bele kell nyugodnunk, hogy tulajdonképpen ezt a fajta hírnév változtatást sem fogjuk tudni egyik pillanatra a másikra elérni. Tehát csak úgy összefoglalóan, tehát akkor, hogy mi lenne ez a folyamat, amit meg kellene csinálnunk. Első lépés, az érdekgazdáinkat, a külső és belső érdekgazdáinkat azonosítani, feltérképezni. Kellenének ilyenfajta tréningek, amelyek tulajdonképpen ezt az egész multidisziplinaritást, keresztfunkcionalitást be tudják mutatni, ilyenfajta akár munkacsoportokkal, tehát ez lehet más szakokkal együtt, más egyetemek közötti munkacsoportok, tehát amíg nem tudunk egységes szervezetként, és egyébként pont, hogyha a moderátorunkra nézek, szervezetfejlesztéssel foglalkozik tulajdonképpen, kommunikatív szervezetfejlesztéssel. Tehát, hogyha nem tudunk egységes szervezetként fellépni, akkor ez nem lesz működőképes. A versenytársak feltérképezése, elemzése, ez is egy fontos része a folyamatnak. Ugye a hírnév kulcsjellemzőinek elemzés vagy és lényeges különbségeknek a kiépítése, tehát ez a USP-nek a megfogalmazása. Ennek a gyakorlatilag ezeknek a célkitűzéseknek és az érdekgazdákkal való kapcsolati tevékenységeknek a csoportosítása, a hírnév kockázat elemzése, tehát az sem történt meg valójában, hogy felmérjük azt, hogy ha ez a helyzet ez így marad, akkor hosszú távon ennek az állapotnak a fennmaradása, ez anyagilag is, amire pont a kérdésedben utaltál, az első hozzászólásodban utaltál, hogy ennek anyagilag, mennyire, akár anyagilag, létszámban is, meg bármilyen szempontból mennyire mondjuk a leépítéshez vagy a megsemmisüléshez való út vezet, ha ezt nem kezeljük időben. És akkor erre lépül rá a kommunikációs programok, és utána pedig nyilvánvalóan van mindenféle kommunikációs programnak van egyfajta visszacsatolása, tehát egy mérlegelése és egy megítélése, illetve esetlegesen egyfajta változtatása magának a kommunikációs stratégiának. Tehát nagyon-nagyon röviden tulajdonképpen ez lenne az a stratégia, és nyugodtan forduljunk a marketinghez és a PR-hez, ha már kommunikációtudománnyal foglalkozunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kérdezzetek. Én azt szeretném kérdezni, hogy nekünk, hallgatóknak mi lehet ebben a folyamatban a szerepünk, hogyan tudnánk előmozdítani ezt a folyamatot, ha már az alapgondolat megvan, milyen eszközeink vannak egyáltalán? Hát nektek van az egyik legerősebb eszközötök, illetve mindenkinek a kezében ott van az eszköz. És ez az eszköz a következő. Ha megnéztük, tehát évek óta készülnek olyan fajta kutatások, hogy marketing kommunikációban és egyáltalán kommunikációban mik azok az eszközök, amiket a leghitelesebbnek tartunk, és amiben leginkább megbízunk. A Nielsen többek között csinál ilyen kutatást, ennek az a neve, hogy Trust in Advertising. Két évente megcsinálják, teljesen reprezentatív kutatás, és nagyon-nagyon régóta az jön ki, hogy a barátok, családtagok ajánlása,
ami a paid on earn modell tehát abban a modellben ugye az earned kategória nyert, és az ingyenes publicitásnak felel meg, ez a legeslegeslegerősebb. Tehát annál, tehát hogyha alulról építkezünk, és azt mondjuk, hogy az oktatásnak a hitelessége, és ennek a szaknak, vagy ennek a szakmának a hitelessége, tehát az, hogyha, most csak nagyon egyszerű példa, ha a volt gimnáziumi társakkal csetelve, vagy bárkivel azt mondja az ember, hogy mennyi minden izgalmas és érdekes dolgot tanulunk, tehát a saját magad eszközein keresztül, a saját környezetedet gyakorlatilag megtanítod arra, hogy ez a kommunikáció tudományi szakma, vagy ez a kommunikációs szakma, ez mennyire jó és mennyire érdekes, akkor ennél többet nem is kell tenned. Tehát most nagyon egyszerű példa, nekem a nagymamám megkérdezte tőlem, hogy de kisfiam, te mivel foglalkozol? Mert az, hogy most sajtószóvivő vagy, és akkor... Tehát ezt úgy valahogy ő nem volt számára kézzel fogható, de hogyha elmondtam neki, hogy Nagyi, én nem tudom, sajtótájékoztatót szervezek, összepakolom azokat a háttéranyagokat, elemzéseket készítek, amellyel a sajtómunkatársait ellátom, és nem az én nevem van aláírva, de egy nagyon sok cikk az gyakorlatilag nekem köszönhető, akkor így már kézzel foghatóvá tettem azt a dolgot számára, és már értette. De azt mondtam, hogy PR-es vagyok, hát nem, miért is érteni? Tehát aki nem ebben a szakmában van, illetve aki erre a szakmára készül, igenis, hogy megmutathatjátok ti is, diákok, azt a fajta sokszínűséget, akár annak azoknak a tantárgyaknak a sokszínűségét, vagy ennek a tudományterületnek a sokszínűségét, és azt a sok-sok kapcsolódási pontot, amely más tudományterületekhez kapcsolódik. Igen, viszem. Hidasi Judit vagyok, Budapesti Gazdasági Főiskola. Köszönjük szépen ezt az ötletfelvetést, ami nyilván egy több éves kutatási projektnek lehet esetleg a kiinduló pontja. Nekem ugyan mindig az a benyomásom, hogy nem a társadalmat kell meggyőzni arról, hogy a kommunikáció fontos, sőt nem is a hallgatókat kell meggyőzni, vagy a leendő hallgatókat, hiszen éppen elegen jelentkeznek kommunikációszakra. És azt hiszem, hogy ma se azért jöttünk össze, hogy a társadalmat győzzük meg, vagy a hallgatókat, hanem azért győzzük meg, vagy azokat győzzük meg, akik döntéshozók. Tehát ez egy teljesen más szegmens, és lehet, hogy több éves reputáció elemzésre szükség van, aláírom, és nagyon szívesen csatlakozunk hozzá, csak most jelenleg azt hiszem, hogy ég a ház. Tehát ezzel kéne most nagyon intenzíven foglalkozni, és ehhez viszont kellene valóban közös gondolkodás. Tehát most én fontosabbnak tartanám, hogy egy ilyen rövid lejáratú projektben, vagy intézkedési tervben gondolkodjunk együtt. És ehhez valóban nagyon nagy szükség lenne erre a bizonyos evidence-based argumentációra, tehát a tényalapú argumentációra, amiről a Derényi András beszélt, tehát hogy melyek azok az adatok, amelyekkel a döntéshozókat meg tudnánk győzni arról, hogy ez egy fontos dolog. Tehát én úgy érzem, hogy most két teljesen más vonalon mentünk. Az egyik a te vonalad, ami egy kutatási terület, és nagyon szép, nagyon jó, és nagyon fontos. De most jelenleg, minthogyha én úgy érzem, hogy ez most relevánsabb lenne erről gondolkozni. Köszönöm. Még egyet, bocsánat, hadd mondjak. Ez csak egy komment. Amikor a Larry Summers lett a Harvardnak az elnöke, az egyik első akciója volt, hogy kiküldött a volt végzősöknek, visszamenőleg 15 éves végzősöknek, társaságnak kérdőíveket, hogy a képzés tartalmával kapcsolatban milyen észrevételeik vannak. Na most... képzésnek a tartalma, minősége, módszerek, stb. A legátütőbb eredmény, ami ebből kijött, hogy a válaszadóknak a 72%-a azt mondta, hogy a legnagyobb szükség, vagy legnagyobb hiány, amire szükségük lett volna a képzésbe, az a kommunikáció. Ennyi.
Köszönöm, és kicsit átmentünk vitába. Még... Bocsánat, csak erre reagálok, jó? Szerintem nem, egyébként nem beszélünk nagyon másról, mert ugye pont azért hoztam a Pareto elvet, hogy ugye a magukat, az érdekcsoportokat prioritás szerint is ugye kategorizáljuk, és jelenleg, hogyha azt vesszük, igenis, hogy a kormányzat az, akinek most jelenleg a 80%-a, vagy több mint a 80%-a van az eszközöknek a kezében abban, hogy a szakra vonatkozóan, mondjuk a szakindításra, vagy a bármi, tehát ez erre a területre befolyással bírjon. Csak én azt mondtam, hogy én azért is mondtam, hogy ez egy, tehát hogy van itt magát a szakot, vagy magát a képzést, egy kicsit tágabb értelemben is vehetjük, tehát magát a kommunikáció, tudományt is ugye nézhetjük területnek, és igen, van itt egy lángoló házeffektus, ahol, de itt megvan, tehát itt már azonosítottuk, hogy ki a stakeholder. Tehát itt ki az érdekgazda, tehát nyilvánvalóan, de számukra is ugyanezeket az értékeket, és ugyanezeket ezeket a megkülönböztető elemeket igenis, hogy be kell mutatnunk. És nem csak nekünk, mondjuk a nemzetközi tanulmányok szaknak is ugyanez a feladata a kormányzattal szemben, és ugyanaz az összes szaknak tulajdonképpen valamilyen módon ez a feladata, akiknél a megszüntetés veszélye ilyen Damoklész kardjaként lebeg a fejük fölött. Kérdés még. Köszönöm szépen. Kérdése Földvári Sándor, Nordic Network for Intercultural Communication-nek vagy tagja. Kérdés az, hogy a nemzetközi reputációt hogyan lehet megoldásként használni. 20 évvel ezelőtt ketten voltunk tanúi Tartuban annak, hogy egy finnországi tanszék eljött Észtország nemzetközi konferencia, 30 ország képviselői előtt arról tartottak előadást, hogy a jüveszkülei kommunikációs program mennyire sikeres és milyen jó pozíciókat kapnak az ő diplomásaik. Két magyar volt ennek tanúja, Hidasi Judit és én. Ennek kapcsán a kérdésemet úgy fejezem be, hogy a Harvard is elhangzott, a Harvardon van egy levelező lista, Slavonic and East European Studies, körülbelül 800-an vagyunk tagja ennek a listának. Időnként jönnek olyan kérések, hogy valahol a nagyvilágba be akarnak zárni egy tanszéket, és legyen kedves a nemzetközi szakma, tiltakozzon. Na most a két példát összefoglalva evidens, hogy az egyik kérdés az, hogy a magyar kommunikációs szakma hogyan igyekszik nemzetközi szinten a reputációját úgy növelni, mint ahogy 20 éve láttuk ezt Tartuba, mondom, ketten voltunk tanúi, hogy a jüveszküleiek milyen ügyesen csinálták, a másik pedig, hogy használható-e ez az eszköz, amit mondom, nagyon sokan többen használnak a nagyvilágból, és akkor a döntéshozókhoz megy 600 e-mail, hogy mit tudom én, hol Burundiban ne zárjanak be egy tanszéket, és a Harvard levelező listán. Tehát azt hiszem, hogy egy kommunikációtudományi közönség előtt nem kell kommentálnom ezt a két példát, csak azért mondtam el, mert az eset, amire hivatkoztam, az annak van két tanúja, előttem szólt a másik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát gyakorlatilag ez is az értékek és a különbözőségeknek a bemutatása. Tehát az, hogy mennyire hozok párhuzamokat akár külföldi példákkal, vagy mennyire csak magyar példát hozok, ez gyakorlatilag, ez azt mondom, hogy valamilyen módon részletkérdés. És az, hogy a szakmákat hogyan, tehát hogy mi saját magunkat hogyan képviseljük külföldön, ez gyakorlatilag, ez az oktatóknak is részben ugye az a fajta feladata, hogy mely konferenciákon, külföldi konferenciákon, és hogyan tudja reprezentálni a saját tudományos munkásságát, és a saját tudományos munkásságán keresztül azt a fajta innovációt, és azt a fajta intézményi kutatási hátteret, amelyet mondjuk itt a magyarországi intézmény biztosít. Sulányi András vagyok, ugyancsak a BGF-ről, és ha szabad visszakanyarodnék közébb, megnyitó gondolataihoz, mert azt hiszem, hogy az a kulcsa ennek az egész mai helyzetnek. Nevezetesen ugye itt a kommunikáció kapcsán beszélgetünk arról, hogy egy társadalmi politikai helyzetben milyen fajta
attitűdök fogalmazódnak meg a társadalom ismeret, társadalom tudományok egésze kapcsán, és ennek csak egy része, úgy vélem, az, ami a kommunikáció tudomány kapcsán egy tesztként, politikai akaratként megfogalmazódik, az a benyomásom, hogy ez a szereposztás állandóan változtatható, az szerint, hogy a politika miként igyekszik korlátozni azt, amit mi társadalom ismeretnek, társadalom értelmezésnek, társadalmi felelősségnek nevezünk. Ebben az értelemben tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne először is azt tisztázni, hogy a kommunikáció tudomány, az, ami személyesen érint minket, akár kommunikáció és média, média és kommunikáció, hogy kapcsolódik mindahhoz a tudásbázishoz, amit társadalom ismeretnek nevezünk, és talán ennek a jegyében kéne először is megfogalmazni mindazt, amit gondolunk. Nem elszigetelve, ahogy Özséb, te is utaltál rá, leszalámizhatóan, különböző disziplinák szerint egyfajta úgynevezett politikai akarattal szembeni védelemként. A másik, amit gondolok, hogy ez persze azonnal föloldaná azt a kényszerhelyzetet, amiben mi állandóan egy ilyen opozícióban vagyunk, mindig meg kell magyarázni, hogy a kommunikáció milyen meghatározó jelentőségű kulturális társadalmi értelemben, ha úgy tetszik, az egész társadalom működése szempontjából. Vagyis azt gondolom, hogy egy picit változtassunk a szemszögön. Szerintem most ez az a pillanat, ahol sokkal, ha úgy tetszik, hát talán offenzívebben azt lehet mondani, hogy igenis a kommunikáció tudomány az alapképzés, általános iskolára gondolok, tól kezdődően jelenje meg a társadalmi ismeretekben az úgynevezett személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés, állampolgári ismeretek, civil, kurázsi, stb. Vonatkozásában, és ezzel a követeléssel kéne valójában előállnunk, erre számtalan nemzetközi példa van, Skandináviától egyéb demokráciákig, és ebben igenis követelhető, hogy az EU a maga tudásbázisával, szakmaiságával legyen jelen, és támogassa ezt a törekvést. Vagyis lépjünk ki végre abból a kényszerpályából, hogy meg kell magyarázni a létezésünknek az ilyen-olyan korlátozottságát, értelmezni kell valamit, amit a politika amúgy sem akar meghallani, tehát csak egyfajta szakmai, emberi erővel, erődemonstrációval lehetne megfordítani ezt a tendenciát. Ma a kommunikációról beszélünk, tegnap a nemzetközi tanulmányokról, de már elhangzott a dramaturgia, a művészeti képzés, stb. Szóval egy játék részesei vagyunk, amiben manipuláltatunk, és hagyjuk manipulálni magunkat, többé-kevésbé a fejünket lehajtva. Én azt gondolom, hogy ennek véget kéne vetni. Azt kéne mondani, hogy elemi és alapvető jog, érdek, gazdasági, társadalmi, kulturális érdek, hogy a 6 éves gyerekek is részt vehessenek, tanulhassák azt, hogy mi az, hogy kommunikáció, mi az, hogy emberi viszonyok összessége, hogy és mint tudják ezt artikulálni. Köszönöm. Egy keretre vonatkozott hadd mondjak, hogy a következő napirend, hogy vita és hozzászólások, most még nem zártuk be azt, hogy kérdések a Szondi Rékához. Tehát, hogy ha van valakinek kérdése a Rékához, az még tegye, és ha nincsen, akkor elkezdhetjük a hozzászólások részt, és akkor melyik? Akkor először a Rékához, és akkor elkezdjük a hozzászólás. Én Falkné Bánó Klára vagyok, szintén a Budapesti Gazdasági Főiskola külkereskedelmi karáról, mint Hidasi Judit és Surányi András. És én részben a Judithoz szeretnék kapcsolódni, és ez tulajdonképpen valahol azért kérdés Rékához is, hogy hát igen, a döntéshozókat kéne meggyőzni, mert most ég a ház, ahogy mondta Judit, de én nagyon jól emlékszem, amikor 2009-ben együtt voltunk nemzetközi Master of Intercultural Communication programban 6-7 intézmény különböző nációkból, a hollandok koordinálták, Hofstede égisze alatt futott a dolog, sőt még fut, és akkor nekünk végül ki kellett hátrálni a dologból azért,
mert a döntéshozók nem teszik lehetővé, akkor se tették lehetővé, hogy adjunk olyan degree-t, ugyanolyan szinten egy ilyen programban, mint ahogy ezt mondjuk az angoloknál vagy a hollandoknál lehet. Tehát hogy lehet azt elérni? Van-e erre valahol valami panacea, valami megoldás, hogy próbáljunk a kezünkbe venni valami kis hatalmat, mert különben soha az innováció, amiről szintén hallottunk, hogy a döntéshozók igazából kicsit megölik az innovációt, és ez már évek óta, és hosszú évek óta is mindig is így volt, és sajnos most se változott, ezért aztán most például Légaház. Köszönöm szépen. Most először, jó, most bocsánat, hogy igazából ugye erre megint egy kicsit, tehát hogyha nem csak az oktatásból, vagy általában az oktatásról is beszélünk, vagy a szervezetekről, akkor erre való a lobby. Tehát a public affairs, és megint, tehát hogy itt most megint az a fajta alapproblémánk van, hogy nem tudunk egységesen fellépni. Tehát hogyha lenne mondjuk akár egy megbízott testület, vagy lenne valaki, tehát most akár egy ember, aki tulajdonképpen egy egységesen tudnánk képviselni akár a kormányzat felé, mert most momentán, ahogy kommunikálunk, minden intézmény saját maga kommunikál. Tehát egy versenyhelyzetben vagyunk részben kényszerítve, és amennyiben lobbizunk, mindig az intézmény próbál lobbizni, akár a rektori tanácson keresztül, vagy akár a minisztériumban, de tehát hogy intézményeken átívelően és a kommunikáció szakmáért lobbizni nem lobbizunk. Mindenki azért lobbizik, hogy jaj, nálam legyen államilag finanszírozott hely, vagy ne legyen. Ha magánintézmény teljesen más érdekek mentén működik, mint hogyha államilag fenntartott intézmény, és egyszerűen nem vagyunk képesek egy érdek vagy érték platformot ilyen módon létrehozni. Ez lenne a megoldás. Ez lenne a megoldás. Még kérdés? Oké. Van-e még kérdés? Akkor jöhetnek a hozzászólások és a vita. És van valaki, Molnár Bálint? Igen, Molnár Bálint bejelentkezett, hogy szeretne egy rövid előadást tartani a külföldi kommunikáció képzésekről. Itt van? Itt van. És ezután kérdezni lehet tőle, és utána átadni. Igen. Üdvözlök mindenkit, és mindenek előtt köszönöm Horányi professzornak a lehetőséget, mert a Facebook csoportban én megosztottam egy tanulmányt, egy tanulmány részletét, ami a nemzetközi média és kommunikáció képzéseket tekinti át, és ezt követően javasolta Horányi professzor, hogy pár szót mondjak erről a témáról, vagy csatlakozzak az előadókhoz ezzel kapcsolatban. És tulajdonképpen rövid leszek, ígérem, azzal kezdeném, hogy megerősítette bennem az előadások sora azt, az alapkérdést, hogy szükség van-e kommunikációszakra, és megerősítette azt, hogy akár szakmai alapon lehetne azt is mondani, hogy nem, mint ahogy ezt tapasztaltam, amikor átnéztem a külföldi kommunikációképzéseket, vagy médiaképzéseket, mert hogy például az amerikai, ahogy itt felismerült, hogy az amerikai hagyomány az az, hogy elsősorban újságíró képzés van, és emellett vannak különböző egyéb kommunikáció képzések. Most mielőtt még néhány gondolattal ennek a részletébe belemennék, alapvetően azt azért elmondanám, hogy a Matthias Corvinus kollégium készített egy nemzetközi képzésekkel kapcsolatos kutatást, és ennek volt a része az, hogy a média képzéseket is áttekintettük, és erről szól az a tanulmány, aminek a részlete olvasható a Facebook csoportban, illetve teljes egészében egy most megjelent kötetben. Na és akkor rátérve tehát arra, hogy a kommunikációképzés a nagyvilágban, alapvetően a kötetben, illetve a tanulmányban több ország gyakorlata olvasható, tehát európai és amerikai gyakorlat egyaránt. Én most elsősorban az amerikai példát hoznám elő, mert ezt juttatta eszembe az, amit itt most tapasztaltam, ami nagyon jó élmény volt, hogy egy vita indult el arról,
hogy alapvetően mi is a célja a kommunikációképzésnek, és mi is lehetne a tartalma. És ez az, ami az Egyesült Államokban már több évtizede zajlik, tekintettel arra, hogy ott nagyobb hagyományai vannak a média meg és kommunikációképzésnek. És tulajdonképpen a képzés, illetve a vita lehetséges megközelítése, amit én a tanulmányban is megkíséreltem felidézni, az az, hogy mi is az a média, mi is az a média piac, és ki is az az újságíró vagy kommunikációs szakember szereplő, akire képzést kell kínálnia, vagy akinek képzést kell kínálnia az egyetemeknek. Tehát tulajdonképpen ez egy lehetséges megközelítési irány, amire különböző kutatások is folytak az Egyesült Államokban, hogy akkor megválaszolják azt az egyetemek, hogy mi is lehetne a megfelelő megoldás. És az utóbbi években, mondjuk 2013-as kutatása a Pointer Institute-nak, ami ugye egy nagy újságírás képzést és kapcsolódó kutatással is foglalkozó intézmény, az arra is rámutat, hogy ha a médiapiac az elindult a közösségi média irányába, kevésbé az intézményesült szerkesztőségek ki a ma már a terep, tekintettel a számos blogra és arra a médiatérre, amit itt mindenki jól ismer és akár kutat is, akkor erre megfelelő skilleket kell biztosítani a képzéseknek, és itt két irány emelhető ki. Az egyik az, hogy akár egy entrepreneurship, tehát egy a vállalkozó megközelítéssel, vállalkozó szemlélettel kapcsolatos képzés az, aminek meg kell jelennie a médiaképzésbe, szerintük, és ez néhány amerikai egyetemen így is van. A másik irány az inkább a tényfeltáró, az adatelemző újságíró képzése, akinek akár szoftver fejlesztési ismeretekkel is rendelkeznie kell, és ezeket ezzel a tudással felvértezve kell tudnia bizonyos adat elemzési megoldásokat végigvinni, amikor egy cikken dolgozik. Tehát ezeket mind látjuk, hogyha megnézzük ezeket az amerikai kurikulumokat, vagy beszélgetünk olyan emberekkel, akik ezeken az egyetemeken dolgoznak. És a másik pedig, ami megjelent ebben a tanulmányban, az az, hogy számos egyetemeken kívüli képzési lehetőség van, de ezeknek a képzési lehetőségeknek legyenek azok civil szervezetek, legyenek azok szakemberek által kezdeményezett szerveződések. Általában ezekben ott vannak az egyetemek, ezeknek motorjai az egyetemek. És akkor, hogy tulajdonképpen röviden csatlakozzak az előadókhoz, egyrészt, amit Horányi professzor a gondolatmenete végén mondott, hogy igazából egy standard kurikulumot kell képviselni a kommunikációs szaknak, vagy a folyamatos tanulás, az élethosszig tartó tanulás képességét. Tulajdonképpen ez az a gondolkodás, ami zajlik, ahogy én tapasztaltam a nagyvilágban, és erre vannak különböző megoldások, elsősorban Amerikában kiforrottabbak. És a másik pedig az, hogy a kutatások, én itt összevonnám azt, amit a Derényi Andrástól és Szondi Rékától hallottunk, hogy egyrészt kutatásokkal megnézni, hogy mi a piac igénye, hol tart a munkaerőpiac, és a másik az, hogy az érdekelteket megvizsgálni. Erre is ugye vannak kísérletek, itt idéztem ezt a Pointer kutatást, amelyik például 1800 szakembert vontak be az USA-ba, és kérdeztek meg egyetemi oktatókat és médiában dolgozókat, és ez vezetett olyan következtetésekhez, amit aztán egy komoly médiaképzési program keretében igyekeznek egyetemeken megvalósítani. Tehát, hogy erre is van példa a nemzetközi szinten. Én zárszóként két dolgot mondanék. Az egyik egy gondolat a Matthias Corvinus kollégiummal kapcsolatban, a másik pedig egy kérdés. Tehát a kollégiumban igyekszünk például ennek a kutatásnak a következtetései alapján szervezni a képzést, és lehetőleg egyrészt gyakorlatorientált képzést nyújtani, de mindezt úgyhogy társadalomtudományi alapokat is nyújtunk a diákoknak. Ez egyébként egy fontos
irány, amit még én a nemzetközi képzések kapcsán tapasztaltam, hogy amellett a gyakorlatorientáltnak kell lennie a képzésnek, amellett az a kommunikáció szak még abban nyújthat támogatást a kommunikációs szakmába törekvőknek, hogy egy etikai standardet, egy szemléletmódot nyújt, és egy kapcsolatrendszert, és ez is az, amit mi igyekszünk a diákoknak megadni. És akkor a kérdés pedig az, mint három előadóhoz fordulva, de illetve mindenki ez a teremben, de elsősorban Horányi professzorhoz, hogy van-e egy ideál típusa a újságírónak, vagy kommunikációs szakembernek, aki a kommunikáció szakokról kikerül, kell-e, hogy legyen, és kell erről gondolkodni, hogy Magyarországon legyen egyfajta elképzelés, hogy ki az, aki kommunikációs diplomával rendelkezik. Most akasz rá, most akasz. Először ehhez az előadáshoz, ha kérdése van valakinek. És ha nincs, akkor megnyitom a vitát, ami már részben el is kezdődött. Tehát aki hozzá akar szólni, vagy vitatkozni szeretne bármelyik elhangzott gondolattal, az tegye. Viszem. Én nem vitatkozni szeretnék, hanem kicsit továbbvinni egy olyan gondolatot, ami szerintem szinte minden előadásban megjelent, itt a legutóbbiban is egyébként, tehát hogy kell egy ideál típusa. Én most egy másik irányból nézem meg, tehát a hallgatók oldaláról, én a tehetséggondozás iránt valami miatt elkötelezett vagyok, ezért mindig szoktam beszélgetni a kommunikációs szakos hallgatóimmal is arról, hogy miért jöttek ide, mik az elképzeléseik, szeretik-e a szakot, viszonylag sokat. És most ez alapján azt mondom, hogy két fél típusú van közöttük is, mint ahogy egyébként a többi szak között is nagyon durván két fél típusú lehet elkülönteni. Az egyik, ami inkább a művészeti képzésekhez hasonlít, aki már pontosan tudja adott esetben 8 éves korában, vagy 6 éves korában, hogy ő mi szeretne lenni. Neki van egy ideál típusa, olyan szeretne lenni, mint. Ez a művész képzés erre jó rá is erősít, hiszen ott már a felvételnél olyan skilleket kell tudni, ami nélkül ott fel se veszik. Tehát neki tökéletesen kell tudni. 4 éven keresztül ezek emelt színben tanulják is, akár művészeti szakközépiskolában, akár külön helyszíneken, hogy mit kell neki azt tudni, hogy majd egyszer, ha nagyon szerencséje van, akkor bejusson egy művészeti képzésbe. Ez az egyik fajta. A másik teljesen normális dolognak tartom ezt is, ez egy tradicionális, lehet nagyjából előre tudni évekre visszamenőleg is, meg a jövőre projektálva is, hogy mit kell neki ahhoz felmutatni, hogy ott kapjon egy diplomát. A másik fajta, amit én megint csak teljesen normálisnak tartok, akinek fogalma sincs még 18 évesen, mikor az érettség után beadja, hogy pontosan mi szeretne lenni. Sőt, még azt is normálisnak tartom, hogy mire 3 év múlva, tehát 22 évesen megkap egy BA zsipmát, akkor se tudja pontosan, hiszen ma már, ahogy erre volt utalás is, eltolódott az a pályaválasztási végső pont, ha egyáltalán kell ilyet megneveznünk, amikor valaki azt mondja, hogy már pedig én ezt szeretnék lenni. Tehát itt ez a stúdión generál-e típusú tudás nagyon hasznos tud lenni az ő számukra. Természetesen én úgy tapasztalom, bár erről reprezentatív felmérésen nincs, hogy ők vannak nagyobb többségben, tehát akik nem tudják, szeretnek kommunikálni, szeretnek új kapcsolatokat létrehozni, általában szeretik a társas helyzeteket, erre nagyon jó gyakorlatokat biztosít nekik a képzés, de nem tudja még pontosan, hogy mit szeretne csinálni. Most az ő esetükben, mivel elég sokan vannak, ezért szerintem szóba se jöhet egy olyan típusú, ilyen nagyon jól felépített és örökre bebetonozódott, vagy hosszú időre bebetonozódott, hát mondjuk kurzus kínálat, hogy őt eljuttatja egy bizonyos típusú tudáshoz, és ő ezt már rögtön tudja bemenetnél, míg még egyszer a másik típusú karakter esetében, mint mondjuk a művészképzésben, ott pontosan lehet tudni, nagyjából az változatlan is hosszú idő óta, hogy mit kell tanulnia mondjuk festőszakon valakinek, és ezt ő pontosan tudja, és arra készül már 10 éve, mielőtt oda került. Jó, én mind a kettőt egy normális dolognak tartom, tehát nem mondanám azt egyáltalán, hogy az ami szintén meg szokott jelenni a kommentekben, hogy az egy abnormális ember, aki még nem tudja 18 évesen, hogy mit szeretne csinálni, vagy nem tudja 22 évesen, szerintem ez tök normális. Jó, köszönöm. Köszönöm. Közben az online közvetítésnek hála Pécsről érkezett egy kérdés, hogy hogyan lehet tényalapú, racionális vitákat folytatni, és akkor Derényi Andrásnak adom, gondolom ő a címzetje.
Köszönöm, de én ehhez szerettem volna előbb hozzászólni, hogyha szabad. Az egyik az valóban, hogy csináltak továbbtanulni szándékozó középiskolások körében Magyarországon is többféle fókuszcsoportos kutatást, ami azt mutatja, hogy a 10%-uk az nagyon tudatosan választja meg, hogy milyen, tehát tudja, hogy milyen szakmába szeretne menni, nagyon tudatos e tekintetben, és nézi és törekszik a legjobb intézményekbe, többnyire budapesti intézményben, mert akár nemzetközi karrierre készül. A maradék 90%-nak viszont nincs nagyon elképzelése, és ott egészen más szempontok vezérlik az intézmény választást. Például, hogy hol van az intézmény, ott milyen kulturális és szórakozási infrastruktúra van, a barátok hova törekszenek, tehát hogy készül egy önfelett néhány évre, és ennek a helyszínét igyekszik kiválasztani, és ez nagyon meghatározó a választásban. Itt úgy zárójelben hozzáteszem, hogy például a tandíjakról folyó szakmai diskurzusokban az egy teljes evidencia, hogy nem önmagában a szak, vagy a szakképzettség, vagy a tudás az, amit megvásárol valaki a tandíjával a felsőoktatásban, hanem nagyon sokféle egyéb termék van. Nagyon nehéz definiálni, hogy mi az a termék, mert a munkaerő munkanélküliségi helyzettől való megmenekülés is egy megvásárolható termék, amit a felsőoktatásban lehet megvenni, vagy a szakmai network építés, a kapcsolati tőke is egy olyan termék, amit ott lehet megvenni, vagy akár a 3-4 bulis év is egy olyan dolog, amit ott lehet megvenni, és ezek ha vásárlóként nézünk a diákra, akkor ezek számára pénzbeli értéket képviselő ugyanolyan legitim dolgok, mint amiről mi gondolkozunk, hogy a tudás az, amiért, vagy a tanulás az, amiért jönne. Köszönöm szépen. Csak kicsit aláhúzva ugyanezt, hogy 3 évvel ezelőtt volt egy felsőoktatási marketing konferencia Pécsen, ami részben így pontosan ezekre a felmérésekre alapult, és most megint csak a Pareto elvát tudom hozni, hogy körülbelül egyébként így arányaiban az oktatók és az egyetem, mint szervezet számára ideáltipikus diák, az körülbelül a 20%. Tehát aki így tudja és csinálja, és majdnem hogy a 80%, most nagyon sarkítva ez a haverok buli fanta, tehát hogy muszáj, tehát hogy tovább kell tanulni, mert az érettségivel nem tudok mit kezdeni, de szeretném jól érezni magam, és gyakorlatilag, mondom, ez egy ilyen kb. 4 évvel ezelőtti, és hogy csak hogy aláhúzzam, hogy mennyi minden más szempont is szerepel. Ugye a rektori konferencia minden évben elkészít egy olyan fajta kiadványt, amiben a külföld, tehát például a szigeten osztják azoknak a fiataloknak, akik potenciális célcsoportja, tehát potenciális célcsoportot jelentenek abból a szempontból, hogy mondjuk rövidebb, hosszabb távra, akár egy Erasmus keretében ide jöjjenek Magyarországra tanulni. És az egyetemeknek nagyon érdekes, tehát hogyha valakinek így a kezébe kerül, nézze meg, hogy melyik egyetem mit mond magáról, és milyen érvekkel próbálja meg a fiatalokat, a külföldi fiatalokat ide vonzni, hogy miért pont azt a szakot, és nyilvánvalóan a szakmai munka le van írva, de nagyon, tehát ugyanolyan fontos szempont, vagy ha nem is azt mondom, hogy arányaiban ugyanúgy, de például, ha egy budapesti intézményről van szó, akkor biztos, hogy bele fogja írni, hogy mert hogy Budapest mennyire pezsgő életű, kulturális és egyéb lehetőségeket biztosít annak a diáknak a számára, aki ide jön. Tehát, hogy a tudományos, meg a szakmai megalapozottság mellett ez az egyéb szolgáltatások és egyéb kapcsolt járulékos élmények is ugyanolyan fontossággal bírnak, az intézmények kifelé való kommunikációjában is egyébként. Nekem inkább egy megjegyzésem lenne. Én fiatalokkal foglalkozom egy ifjúsági információs és szolgáltató irodában, és én testközelből tudom bizonyítani azt, amiről itt szó volt. Rengeteg pályaorientációs foglalkozást tartunk, és iszonyatosan nagy szükség van rá. És a középiskolások felől felmerült az az igény, hogy ha az egyetemisták nyitnának feléjük, és ők mennének helybe, vagy a gyerekek jöhetnének az egyetemekre beszélgetni egy ilyen akár kerekasztal beszélgetés szintjén, az óriásit tudna segíteni abban, hogy ők később milyen pályát válasszanak, és hogy van-e ebben ráció így az egyetemek részéről, hogy akár ezt elősegítsék.
Jó napot kívánok, Csorba Zoltán vagyok. Én azt szeretném megerősíteni, hogy szükség van a társadalmi kommunikációra, az oktatására, és ha ezt állítom, akkor ezt bizonyítanom kell. Három eseményt szeretnék önöknek nagyon röviden az elmúlt közel egy évtizedből bemutatni, ami ezt erősíti. Bizonyára sokan hallottak az olasz-liszkai esetről, amikor is egy sajnálatos tragédia történt. Egy gyereket elütött egy autó, és a gyerek családja az sajnos megölte az embert. Az elkövetők cigány emberek voltak. Ez gyakorlatilag egy új gondolkodást indított el, ahogy akkoriban ezt közvetítette a média a magyarországi cigányság megítélésével kapcsolatban. Az akkor kialakított üzenetek gyakorlatilag napjainkban abszolút célba értek. A másik ilyen eset a Kozma gyilkosság, talán sokan hallottak róla, egy éjszakai szórakozóhelyen két társaság összeverekedett, egy nemzetközi hírű sportolót megöltek. Azt, hogyan kommunikálta a média, nagyon sokan találkoztak vele, és gyakorlatilag egy éjszakai bűncselekményből hőst csináltak. Na most, ha a professzor úr említette a darabszámot, akkor itt szeretném önöknek előhozni a Simon gyilkosságot, ami azt a Kozma gyilkosságot megelőzően kb. 10 évvel történt, egy budapesti éjszakai szórakozóhelyen szintén egy nagyon híres sportolót halálra vertek, és gyakorlatilag ezt elhallgatta a média, mert az elkövetők egyrészt nem cigányok voltak, másrészt voltak köztük aktív rendőrök, ebből semmilyen következtetéseket nem vonnék most le, de azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni ezen. A harmadik eset pedig a cigány sorozatgyilkosságok voltak, illetve esetek, amelyről viszont nagyon-nagyon mélyen hallgat a média, nagyon-nagyon mélyen hallgat a társadalom. És ha elfogadjuk a professzor úrnak azt az alapvetését, hogy a kommunikáció ha barcs, akkor azon mindenképpen el kell gondolkodni, és azt gondolom, hogy most azért vagyunk itt, és ez a jövő, hogy ez a habarcs milyen minőségből készül. Elfújja az első szél, vagy esetleg egy hosszú távú építkezésről beszélünk. És ha azt mondom, hogy a társadalmi kommunikáció oktatására szükség van, hogy igen, az emberek ismerjék azokat a játszmákat, hogyan épül fel a kommunikáció, hogyan manipulálhat a kommunikáció adott esetben, akkor azt gondolom, hogy soha nem volt még ilyen szükség, és ez nem ilyen közhelynek számít, mint napjainkban arra, hogy az emberek tisztában legyenek a kommunikáció játéktereivel, játszmáival, hiszen napjainkban azt gondolom, hogy nem kell ezt erősíteni, mert akik itt vannak, azok nagy valószínűséggel hasonló értékeket képviselnek, gondolnak, de egy parlamenti felszólalást követően szintén elindult egy olyan gondolkodás, hogy ma Magyarországon gátlástalanul szabad büntetlenül népcsoportokat taposni, a cigányokat, a zsidókat, és azt gondolom, hogy ebben óriási felelőssége van, és lehetősége, és kötelezettsége a társadalmi kommunikációnak. Köszönöm. Elnézést, még az előzőre reagálnék, tehát hogy egyrészt, hogy nekünk ténylegesen is, nekem például én egy egyházi egyetemen dolgozom, és nekünk kötelező lenne, elvileg én nem szoktam kimenni, de elvileg kötelező lenne középiskolákba járni, és ott, hogy hívják ezt? Hát propagálni voltak éppen, hogy jöjjenek, és tök jó. Szerintem ez egy tök értelmetlen dolog, tehát én azt gondolom, főleg, hogyha erre az adatra támaszkodunk, ez a 10-90-re, hogy akkor az a normális, tehát ha statisztikusan, empirikusan nézzük, az a normális, ebben az értelme legalábbis, hogy valaki nem tudja pontosan, hogy mit szeretne, akkor én miért próbálok meg úgy csinálni, hogy majd én most neki megmondom, hogy fél órában, és akkor rájön valaki egzisztenciálisan arra, hogy ő egy életen keresztül ezt akarja csinálni, mert most olyan jót mondtam neki. Tehát valószínűleg nem erre van szükség, hanem ténylegesen, hogy ott nagyon sokféle dolgot hallgasson, amire van esély, hogy a három év alatt lesz egy olyan, akár mint tanár, akár mint előadás, akár mint téma, amire azt mondja, hogy hú, ez érdekes, akkor ennek én utána nézek, és akkor ezt akarom csinálni. Ez valószínűleg így társadalom történetileg nagyon jól ki lehetne mutatni, hogy hogyan bővül folyamatosan a választási lehetőségeknek a száma, onnan pedig akár matematikailag is könnyen levezethető, hogy ez egy tök normális dolog, tehát 100 000 féléből választhatok, akkor nem tudom 18 éves koromra azt a 100 000 félét áttekinteni, tehát nem fogom még tudni, hogy mit akarok. Ha amikor volt, hogy összesen háromféle szakma volt, vagy eleve megmondta az apám, anyám, hogy mi leszek, akkor ez a probléma nyilván nem vetődött fel, de most már nem ez a
történetnek a lényege, tehát valószínűleg szükség van erre az időkitolódásra, és ezért mondtam én, hogy ezt normálisnak tartom, és nem gondolom, hogy akár propagálni, akár küzdeni kellene ellene, hanem át kellene értékelni esetleg az egyetemnek, vagy általában a korosztálynak a funkcióit, akár az egész társadalom szempontjából, ami nyilván nem megy egyről a kettőre. Köszönöm. Köszönöm. Csak egy, tehát ha az intézményi kommunikációt nézzük még, tehát az egyetemek, főiskolák kommunikációját, akkor van egy elég érdekes jelenség, ez főleg külföld, tehát hogy Nyugat-Európából kezd beszivárogni egyébként. Egyrészt, hogy a szülők felé való kommunikáció az egyre erőteljesebb az intézmények részéről, tehát külön szülői értekezletet tartanak már a felsőoktatásba készülő gyerekek szülei számára, hogy az adott intézményt megnyissák, vagy tehát, hogy propagálják akár. Illetve ha már a középiskolásokkal való találkozás, akkor mondjuk én személy szerint azt egy jobbik verziónak tartom, hogy amikor megnyitják az iskolák a kapuikat, és azt mondják, hogy mondjuk legyen egy hét, amikor előre kijelölt órákra bárki beülhet, és nem csak annak a szaknak a beiratkozott hallgatója, és akkor egy kicsikét, tehát nyilván az intézmény is akkor ki tudja választani azokat a tanárokat, illetve azokat az órákat, amik mondjuk nem biztos, hogy egy SPSS órára kell beülni annak a szegénynek, de tehát hogy ami egy kicsit be tudja mutatni akár azt a sokszínűségét, vagy azt az attraktivitás az adott szaknak, bocsánat, itt levertem egy porra. Tehát, hogy a találkozás, igen, tehát az, hogy a közvetlen találkozásokat lehetővé tegyük, ez egy reális igény, csak például mondjuk nem pont az edukáció a legalkalmasabb, mert ott mondjuk egy ilyen teljesen idegen környezetben és az intézmények sem tudják úgy megmutatni magukat, csak tényleg nyomják a PR szöveget idézőjelben. Úgyhogy, de erre van, tehát és az a másik lépés, mondom, hogy a szülők, tehát hogy nagyon sokszor, főleg ma Magyarországon ugye a szülőknél van a pénztárca, és a szülőknek egyre növekvő befolyása van abban, hogy melyik intézményt válaszza a gyerek, és éppen ezért a szülőknek a meggyőzése és a szülők felé való kommunikáció is nagyon fontos az intézmény választásban, amellett, hogy fontos, hogy a barátok hova járnak és hova nem. Tehát korábban elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk szülők, megint csak azt mondom, az edukációra jöjjenek, vagy nyílt napokon szülőkkel jöjjenek a fiatalok, és egyre több szülővel jönnek, tehát egyre több, nem azt mondjam, fele annyi, a mondjuk egy nyílt napon a látogatók száma, de szemmel jól látható arányban ott vannak már a szülők. Köszönöm szépen. Én most összefognék néhány dolgot, mert Zsolt Péter egy cetlin kérdezte tőlem, hogy miért kerültem el a kommunikációs szak adatainak a bemutatását. És például azért, mert nem tartom értelmesnek ugyanezen a trekken menni, mint ahogyan ezek az adatok jönnek. És közben a Pite is kérdezte ugye Pécsről, hogy hogyan lehetne egy másfajta diskurzust folytatni ez a tényekre alapozott szemléletmód alapján. És akkor van itt egy adat, amit mindenki egyébként ismer, ez pedig az, hogy a kommunikáció és médiatudomány bachelorből 61,4%-os az adott szakterületen munkát vállalók aránya a végzés után. És erre szokták mondani, hogy hú, ez kevés, mert ezek 40% nem ezen a területen vállalást, és ez rossz. De ez egy interpretáció, egy megközelítés. Ez a munkaerőpiaci reaktív megközelítés. Miközben csatlakozva, akkor tudom azt mondani, hogy ezek szerint 90% a hallgatóknak véletlenszerű jön be a kommunikáció szakra, mert nem tud mit választani, oda csámborgott. 60%-a mégis a szakmában helyezkedik el utána. Tehát van annak relevanciája, hogy én segítem-e a tájékozódásukat mondjuk középiskolában, és sokakat húzok be, mert mégiscsak 60%-a, noha eredetileg nem nagyon nem tudta, hogy mit csinál, mégiscsak a szakmában marad. Azaz a képzésnek van egy megtartó ereje, van egy szakmára ráállító ereje, amit érdemes használni. És akkor még egyszer erről az adatról, hogyha egy munkaerőpiaci keretben gondolkodunk róla, akkor ez vagy jó, nem vagy nem jó, ez egy nagyjából átlagos egy magyar képzések esetében, vannak ennél rosszabb, meg jobb adatok. Ha egy innovációs policy felül figyelünk rá, akkor egy innovációs politikával foglalkozz, azt mondja, hogy csak ennyi a területváltás.
innovációs képesség megerősítéséhez az a jó, ha minél többen váltanak az emberek foglalkozási területeket az életükbe. Keressünk olyan ösztönzőket, ami ezt a 60%-ot lejjebb viszi, magyarul a 40%-os eltérést azt növeli 50-re, 60%-ra. Tehát azt kell mondani, hogy az, hogy milyen keretben tekintünk rá egy adatra, az alapvetően meghatározza, hogy mit fogunk látni belőle. És lehet, hogy a kommunikáció szakról való gondolkodást, a nyilvánosságban való megjelenítését jobban segíti, ha nem ebben a diskurzusban megyünk, hanem azt mondjuk, hogy hogy nálunk csak 40% hagyja el a pályát, milyen jó lenne abba az irányba mennünk, hogy az 50%-ra emeljük a következő 3 évben. Miért? Mert ilyen előnyei vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bokor Tamás vagyok, Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikáció Elméleti Intézet. Horányi professzor szavait elfogadom, miszerint sose volt identitásválság, de identitás kérdések talán azért fölmerülnek. Ezekben az elmúlt vérzivataros hetekben otthon is téma volt a képzés sorsa. 4 éves fiam megkérdezte, tulajdonképpen te mit dolgozol? Aztán amikor kijöttem a zavaromból, akkor rájöttem, hogy viszonylag könnyű a válasz, ugyanazt, amit a mama, csak ő gyerekeket tanít, írni, olvasni, beszélni, gondolkodni, mi meg felnőtteket, fiatal felnőtteket próbálunk ugyanígy. Tehát az alapok nagyjából tisztázottak, és ez a széles körben értelmezett szakma, ez körülbelül tényleg ezt is csinálja. A részletekben vannak itt viták, úgy érzékelem, és egy pár érdekes ellentmondás megütötte a fülemet. Ugye amikor nagyjából 2 héttel ezelőtt kedden a Design Terminálban volt egy ilyen 130-140 fős rendezvény, hasonló témakörben kerekasztal beszélgetés, akkor ott is egy, szabadjon így mondanom, egy picit visszanyalt a fagyi, amikor elhangzott az, hogy büfészak. Hol máshol lehetne tudni, ha nem ebben a körben, hogy amiről nem akar az ember beszélni, amit nem akar tematizálni, azt nem kell kimondani. Ne arról beszéljünk, hogy ez büfészak-e vagy sem, hogyha tényleg mindenki abból indul ki, hogy ez nem az. Remélem, hogy ezt elhisszük mindannyian, akik itt ülünk. Hanem arról beszéljünk, hogy akkor mit ad, mi az a specifikus tudás, amit ez a szak adni képes, más szakok meg nem. A másik, ami megütötte a fülemet, hogy itt nagyon sokan, az előadók közül is 1-2-3-an kommunikációt, tudományt emlegettek. A legelső előadásban meg ugye az szerepelt, hogy nem tudomány, hát állandóan azt mondja mindenki, hogy interdisziplináris, tehát önálló tudományként lehet, hogy nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb megnevezés. A kommunikáció szakmáról, vagy szakmáknak a csoportjáról lehet beszélni. A harmadik ilyen, ez megint egy megidézett mumus, ami állandóan előjön, a pályaelhagyóknak a száma, a számaránya. Meghallgattuk Derényi Andrástól, hogy miért nem biztos, hogy a statisztikai adatok mindig helytállóak, vagy azt tükrözik, ami a valóság. És hát mégis elő-elő jönnek ezek a számok, hogy mekkora a pálya elhagyás aránya. Itt megint azt a javaslattal fogalmazható meg talán, hogy ne a pálya elhagyókról beszéljünk, hanem beszéljünk azokról, tehát a többi 60-62%-ról, ha már számok, akik bennmaradnak a szakmában és csinálják ezt a szakmát. Molnár Bálint föltett egy kérdést, amire még én magam is nagyon várom az előadók válaszait, hogy mi az az ideál tipikus kép, vagy ne nevezzük ideál tipikus képnek, de mi az, aminek meg kell felelnie egy kommunikáció és média szakon végzett embernek. Tehát, hogy mik azok a, vigyázat, csúnya szavak jönnek, mik azok a differencia specifikák, amiknek meg kéne felelni. Megint ugyanaz a kérdés, hogy mi az, amit ez a szak ad, más szakok meg nem tudnak adni. És egy sokadik reflexió, ez már kicsit pragmatikusabb, azon a bizonyos rendezvényen Bajomi Lázár Péter elmondta, hogy attól, hogy valami irracionális, még korán sem biztos, hogy nem történik meg. Tehát az úgynevezett döntéshozók, akiket itt talán Bánó Klára megidézett egy hozzászólásban, a döntéshozók egymás között sem, ez nekem viszonylag erős meggyőződésem, egymás között sem tudják, hogy mi legyen, viszont ebből kisülhetnek nagy hülyeségek. Ebben az értelemben nem biztos, hogy nekünk nagyon, nagyon közvetlen ráhatásunk van ő rájuk. Egyébként már csak azért sem, mert 2 teljesen különböző logikáról, 2 teljesen különböző intézményi kódról beszélünk. Ezek a kódok, ezek nehezen kapcsolódnak egymáshoz, és ezt valószínű még a ma megidézett Luhmann sem mondaná különben. Csak így, hogy strukturálisan nem kapcsolódik egymáshoz a szakpolitika meg az oktatásnak a logikája.
Végezetül egy pragmatikus felvetés. A nyomásgyakorlásnak lehet egy jó terepe az, hogyha aféle szakmai kamarában sikerül működni. Vagy nyilván, mivel szakmacsoportról beszélünk, lehet, hogy a kamarák kifejezés szerencsésebb. Én nem látok ilyet. Az örvendetes egyébként, hogy van közös ernyő szervezet, itt ülnek a szervezők, ez az MKTT. Talán kezdeményezni lehetne, hát többek között nyilván aztán lehetne még ugye a Tartalomszolgáltatók Egyesületétől kezdve a MOLSZ-on keresztül nagyon sok mindent mondani. Miért nincsenek kamaráink? Nem kötelező tagsággal, de elképzelhetőnek tartom. Vagy legalábbis nem lehetetlennek. Köszönöm szépen a reakciókat, nagyon szívesen fogadnám. Szakadát István vagyok, a Műegyetem Szociológia és Kommunikáció tanszékéről. Nem terveztem, én az Özséb kérte meg, hogy jöjjek el, és majd az első mondatom után majd kiderül, hogy maguk is megtudják, hogy miért. Reagálnék rögtön az ön egyik mondatára. Ezért döntött el bennem a kér, hogy felszólaljak-e. Azt mondta, hogy nem tudom pontosan, hogy furcsa szavakat fog mondani, differenciál specifika. Nekem ez a bajom az egész helyzettel, én máshonnan jövök, én cselekvésemettel foglalkozom, és hát akkor most jön a mélyütés. Szerintem a média és kommunikáció tudomány még nem tudomány, hát prototudomány, és majd remélem, hogy az lesz belőle. Biztos vagyok benne, hogy az lesz belőle, de ma még nem az. És én a média és kommunikáció tudományi képzéseket bizonyos értelemben büfészaknak tartom, csak én azért semmi problémát nem látok ebben. De azt gondolom, hogy ennek ellenére, hogy így gondolkodom róla, tanítunk, a tanszékünkön is van ilyen. Ennek kéne, hogy így gondolkodom róla, azt gondolom, hogy ezt természetesen javítani lehet és javítani kell, és valamikor sokkal magasabb szintű lesz. De még ha most így is gondolom, akkor is azt úgy vélem, hogy akkor is ezerre létjogosultsága van. Tehát és ezt egyébként egy általánosabb érvet tudom alátámasztani. Ez persze mindenkire vonatkozik, tulajdonképpen minden büfészakra, vagy minden bármilyen minősítésű szakra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy az jó a társadalomnak, hogyha emberek 3, 5, 10, akár 15 évig ott vannak az egyetemen. Még hogyha ott nem tanulnak semmit, egyébként tanulnak nyilván, akaratlanul is tanulnak. Két ok miatt fontos ez, bármilyen szakra érvényes, ez még egyszer mondom. Az egyik ok az, hogy van esélyük arra, hogy kulturális tőkét összeszednek, és azt tudjuk, hogy a kulturális tőket itt is elhangzott meg, másan a szociológusok különösen sokat mondják, a kulturális tőke nagyon fontos, és azt akaratlanul is szedheti, összeszedheti, akaratlanul is, ha tudatos, akkor még inkább összeszedheti, de ennek a másik tézisi párját is tudni kell, hogy ha nem megy egyetemre, akkor meg nem szedi össze, tehát hogy ez egy lehetőséget ad, máshol pedig ezt a lehetőséget nem kapja meg. De még fontosabb az érvem a bármilyen szakkal, bármilyen büfészakkal mellett, nem szemben, hanem mellett, hogy akaratlanul azt is megtanulni az egyetemista, hogy a tudás az egy érv. Tehát, hogy a tudás az egy befolyásolási tényező, eszköz. Nem csak a pénz van, nem csak az erő van, hanem a tudás is van. Az információ is ott van. Tulajdonképpen a tudástársadalmat, sőt, ha tetszik, a társadalmunkat erre építjük föl. A erőszakot tudnak az állatok is alkalmazni, pénzt azt talán nem, de az is tulajdonképpen bizonyos értelemben egy információs eszköz. Tehát tulajdonképpen a tudás társadalom felé úgy tudunk haladni, hogyha örülünk mindenkinek, aki egyetemre jár. Még hogy egyébként sok energiát nem is öl bele. A problémám itt a mostani vitával kapcsolatban az, hogy a kommunikáció és médiatudomány fogalma, vagy a kommunikáció fogalma, vagy a média fogalma olyan tág, hogy ebben mindent be lehet magyarázni, és mi is érthetően a nekünk pozitív értelmezéseket belevetítjük, a negatívakat nem. De szétfolyó az egész. Tehát én szerintem valahogy ez egy szakmai feladat lenne, hogy ezt pontosabbá tegye a szakma. Hogy mit is értünk, mert akkor én most cselekvésemettel foglalkozom, hát nyilván annak is ezer kommunikatív vonzata van, de én magam nem tartom kommunikációtudósnak magamat. Ha most áttérünk arra a területre, lassan majd, ami miatt az Özséb engem egyetlen hívhatott ide, én ugye a digitális kommunikációban csináltam ezt, azt, ma már sajnálom, de az most másodlagos.
És ott például ma látszik az, hogy olyan szakmák vannak már, amik kommunikáció tartalmak vonatkozásúak, user experience, az interface designer. Ezek mind olyan szakmák, amelyek nélkül nincs jövő, vagy a community management, egy csomó dolog van, és ezek kommunikatív képzések mentén tanulhatók meg, vagy legalábbis majd bekerül a képzésbe. User experience designer képzés még alig van a világban, de be fog kerülni. Ezt is most a kommunikáció alá fogjuk. Bizonyos értelemben be lehet fogni, de tulajdonképpen erre a szakmának akkor rá kéne szánnia erőt, időt, hogy ez tulajdonképpen kitermelje magának az ideológiát, és ezt föl tudja mutatni. Azzal egyetértek, hogy kommunikálni kell, de jó példákat, best practice-eket, nagyon jó tézismondatokat kellene tudni elmondani. Ezekre kellene most időt, energiát szánni. Mert, és abban pedig én bontanám azt a teret, amiben nekünk harcolni kell. És tudomásul kell venni az, hogy vannak nemzetközi tendenciák, amelyekbe beilleszkedik most egy lokális magyar, vagy kelet-európai, vagy talán magyar, vagy egy lokális magyar, 2010-es évekbeli konkrét jelenség. A nagy általános jelenségektől nem tudunk menni szabadulni. Az egész világon általában már probléma, hogy egyrészt a gazdaság rátelepül az egyetemekre, másrészt a gazdasági, a reál tudományok szorítják le a bölcsészet és társadalmi tudományokat. Tehát ezt régóta tematizálják nyugaton, Amerikában. Ezt nálunk is el kell kezdeni tematizálni. Szerintem ez egy fontos feladat ennek a szakmai közösségnek, hogy ezt elkezdjék kis konferenciákon, ilyen brosúrákban, amolyan, nem tudja milyen formákon, de elkezd itt tematizálni. Ez egy nagyon fontos kérdése a jövőnknek, hogy ez egy öngyilkos, de láthatólag világtendencia, vagy nem öngyilkos, nekünk rossz, de látható világtendencia. Tehát ez az egyik szál, ami szerintem, amiben beilleszkedik az egész támadás, ami most a kommunikációval, a nemzetközi tudományokkal, sok minden mással kapcsolatos. Van egy konkrét, lokális, térbeli és időbeli helyzet, amik most van egy olyan kormány, ami úgy áll a múltunkhoz, a jelenünkhöz, az oktatáshoz, ahogy áll. Vannak, ez is még konkrétabb, hogy vannak olyan szakértők, akik súgnak az erős embernek, ezek mind közösen szakbarbár, tehát azt mondom, hogy hihetetlen szakbarbár döntéselkészítőink vannak, mi is azok vagyunk, tehát megint nincs nagy bajom, csak éppen nekünk nem kedvező szakbarbári előterjesztéseket kapnak. Ezek között vannak nagyon okos és vannak nagyon buta emberek. Most speciál a mostani felsőoktatási államtitkár, ez egy nagyon okos ember, egy okos mérnök ember, a Palkovics. Csak éppen a szakbarbárságért mondja ezeket a butaságokat. Őket például, ezek a típusú embereket megint csak meg lehetne győzni, tehát konferenciákra kellene elhívni, és mutatni ilyen-olyan adatokat, rámutatni arra, hogy nekik kell az ilyen dolgokat elmondani, nekünk is persze, amik itt elhangzottak, még nekem is úgy volt, én sem ismerem ezt a területet, az adott elemzést azt igen, de hogy ezzel így foglalkoznak, azt nem tudtam. Tehát ezeket föl kéne mutatni nekik. Én azt állítom, hogy ha egy struktúráltabban nézzük azt, hogy mi a környezetünk, akkor találhatunk könnyebben stakeholdereket, hogy hivatkozzam egy másik előadásra. Például mondok egy nagyon konkrét példát. Tegnap előtt a Magyar Nemzetben jelent meg egy cikk, a Laufer Tamás, az Informatikai Vállalkozások Szövetségnek az elnöke írt egy cikket. Azt el kell olvasni, és föl kell venni velük a kapcsolatot, és egy konferenciát szerezni velük. Ezt nem tudom szó szerint idézni, kiposztoltam a Facebookra. Van egy tézismondata, hogy a technikai fejlődések, és ő már erre a digitális technokulturális változásra koncentrál. Technikai fejlődéseket soha nem a mérnökök, nem így mondja most én sarkintan, soha nem a mérnökök és a technikusok, a fejlesztők hozzák. Az ötleteket mindig azok hozzák, akik a problémával szembesülnek, akik használják, akik a adott területhez értenek, hát akik tehát például az emberhez értenek, akik a kommunikációhoz értenek, akik azt nézik, hogy az ember, aki képernyő másik végén valamit befogad, az hogy megy bele az agyába, tehát kognitív tudós, hogy hatunk rá, tehát vizuális, user experience, mondhatnám, hogy már hányfajta szakma kell oda, tehát akik problémákat találnak, tehát nem a mérnökök és nem az informatikusok. Ez nekünk egy potenciális szövetséges, még ha egyébként a másik táborba tartozik nyilván. De akkor is vannak ilyen emberek, akiket meg lehet találni, és hát segítségükkel hát vívni ezt a nagyon nehéz, nem azt mondom, hogy reménytelen, de hát nem túl sok reménnyel kecsegtető csatát. Tehát azt gondolom, hogy ez, mivel világtendenciákba illeszkedik ez a jelenség együttes, ezért nem szabad ott leragadni, amit több felszólal ragad. Most van egy konkrét politikai helyzet.
van egy magyar politikai nyomor, ez is nyilván befolyásolja ezt is hat erre, de hogyha ezek megszűnnek, valamikor megszűnnek talán, akkor lényegesen sok ponton nem fog változni a dolog. És még egy utolsó példát sort mondanék, arra vonatkozóan, hogy proaktívan és pozitív példákat, tehát best practice-eket is fel kell tudni mutatni. Nem fog tudni meggyőzni racionális gondolatmenetekkel se a társadalmat, se a döntéshozókat sokszor. Érzelmi példákkal viszont sokkal könnyebben lehet sok manipulálni, befolyásolni a többieket. És ebben ugyan most én eltitkolom, de hát most előrejelzem, hogy van személyes érintettségem, de ezt most el kell felejteni, mert attól még szerintem az érv hatóképes. Tehát a múlt héten ott volt a Palkovics a műegyetemen, én nem voltam ott, tehát ugyanazért, amiért ide se akartam jönni. De hazafelment a héven, 20 percet szántam arra, hogy hát felszólaltam magamban, és elmondtam a Palkovicsnak, hogy mit gondolok. Illetve nem volt 20 perc, 20 perc volt az, amíg kigondoltam azt, hogy tulajdonképpen, ha ott lettem volna, fölállok és fölteszek 4 kérdést. És azt gondolom, hogy ez most ilyen típusú best practice-ekre rá kellene tudni mutatni. Mi az, hogy miért kell kommunikációszak, miért kell médiaszak? Ilyen kérdéseket lehetne feltenni. Akkor azt kérdeztem volna, hogy elméletben, hogy tudja az államtitkár úr, aki tehát ott volt 20 évig a műegyetemen, hogy az első, tehát a digitális kultúrára gondolunk, ugye, aminek még egy zárójelet nyitok gyorsan, ezt is ki kellene tudnunk használni, hogy ez már megkérdezhetetlen, ebbe az internetes digitális technokultúrába beleszaladt az a világ. És azt a mérnökök is elfogadják, hogy hát ez hogy állt össze, hát a nagy konvergencia által. Ezt nekünk most akkor ebbe bele kell kapaszkodni, mert ők a távközlés, a telekommunikáció, tehát ugye megint a fogalmi pongyolassága, ők kommunikáció szakemberek? Részben igen, és nyilván nem, tehát ők mereven elutasítanak minket. Tehát a telekommunikáció és a média, meg az informatika egyesülés, ugye ez a régi, hát nagyon általános közhelyestézés. De hát akkor ott van a média kommunikáció, anélkül nincs konvergencia, tehát ezt a szállat is elő kéne venni és jobban ütni. Tehát, hogy visszatérve, hogy mi lett volna a 4 kérdésem, hogy tudja az államtitkár úr, hogy a magyar digitális kultúra első időszakában melyik, hol fejlesztették, hogy csinálták meg az első magyar multimédia CD-t? Nem, hát a műegyetem média, vagy szociológiai és kommunikáció tanszékén. Tudja, hogy hol volt hol csinálták meg az első a portálnak az első vázlatát, ami az internetónak, az indexnek az előtt az internetó. Hát hol? Hát a műegyetemnek a szociális kommunikáció tanszékén. És tudja az államtitkár úr, hogy a Prezi honnan indult el. A Prezit ma már ugye nagyon büszkén kell felmutatni, a magyar világsiker. Hát hol a három közül a két alapítója, hol találkozott és hol dolgozott el 3-4 éven keresztül, amíg Prezit meg nem csinálta. A MOK-ban az a média és kutatási központ. És az hol van? Az a műegyetem szociális kommunikáció tanszékén. Most ha ilyeneket mondunk ezek után, amikor a Facebook falon volt erről a kérdésről szó, akkor a Solnai mondta, a Prezi egyik alapító, aki ott volt nálunk, hogy náluk a Preziben három fajta szakcsoport van, 30-30-30% mérnökök, fejlesztők. És akkor mondta a többit, hogy user experience, designerek, community managerek, adatelemzők, adatvizualizációk, tervezők, stb. Tehát egyharmad a mérnök és kétharmad a tulajdonképpen kommunikációval kapcsolatos szakmaegyüttes. Ezekkel úgy kell meghívni egy konferenciára a Prezit, hogy ezekről tartsa, mutassa be azt. És akkor rámutatni arra, hogy na nézd, ez itt fejleszt, és ez kell, ezt mindenki elfogadja, és ez is kell, mert enélkül nem lenne Prezi az, aki... Köszönöm. Én a bölcsészet visszaszorulásánál gondoltam, hogy szólok, hogy van egy jó hírem, hogy Európában elkezdte reneszánszát élni a liberal arts college-ok. Egyre inkább terjednek, még pár éve 3 volt, ma már több mint 10 van, és évről évre nyitnak újabbakat. Ugye ez az a képzés, ami egy ilyen mondjuk egy általános értelmiség képző, tehát ez a klasszikus általános kompetencia fejlesztő képzés. Nagyon-nagyon népszerűek, rengetegen mennek oda, tehát nálunk még nem jelent meg, de elképzelhető, hogy előbb-utóbb itt is meg fog jelenni. Tehát láthatóan van egy igény erre a dologra, és
És azt gondolom, hogy itt érdemes összekötni, hogy hogyan tanítanak máshol kommunikációt, médiát. Az amerikai példa az azért kicsit félrevezető, csak nehezen kezelhető Magyarországon, mert Amerikában nem szakképzettség orientált a felsőoktatás, végzettséget, digrit adnak ki, és nem adnak hozzá szakképzettséget. Az ott nem érdekes. Megszerezte a digrit, és utána 1000 dolog lehet, megy valamilyen foglalkozásba. Tehát nagyon széles értelemben vett digrik vannak, ezért ott sok minden elfér, nagyon általános képzések is. Itt a kontinentális Európában pedig szakképzettség orientáltá vált a felsőoktatás is, tehát minden diplomába beírnak egy szakképzettséget, ha az értelmezhetetlen az is. Láttam az izzadást, amikor a bölcsész diplomáknak a szakképzettség megnevezését kellett kitalálni, hogy ez bölcsész előadó, vagy nem lehet kutató, vagy szóval próbáltak valamit kitalálni, hogy ott is legyen szakképzettség, ha már a mérnöknél, orvosnál, meg a jogásznál van, és ez nem nagyon megy, mindenféle furcsa elnevezések vannak. És innen jön egy csomó probléma, és itt szeretnék visszakötni a kommunikációra is, hogy ez milyen szakképzettséget ad. Itt valószínűleg, ahogy korábban is elhangzott, 3, de lehet, hogy több szakmacsoportra is készít föl, és ezek közül van olyan szakmacsoport, ami már eléggé jól meghatározta magát, ez az újságírók, vagy a médiában dolgozók, és lehet, hogy ott lehet jobban fókuszálni ezekre az ő visszajelzéseik, stb. És van 2-3 másik szakmacsoport, ahol ez nem látható, sőt, más szakmákba mennek be tulajdonképpen a kommunikáción végzettek. Többek között arról is szólhat az, hogy mekkora a szakmán belüli, vagy a szakmaváltás, hogy egyszerűen ahova természetes módon mennek, az most még egy másik szakmának tűnik. Tehát ezek a változások is zajlanak. Ez egy nagy kérdés, hogy akkor ezt egybe kell-e tartani, ezt a képzést, vagy pedig különböző képzési irányok vannak, és kell menni egy ilyen nagyon széles liberal arts, vagy egyéb típusú képzéssel. Kellenek olyan más képzések, amik jobban megcélozzák azokat a szakmákat, amik már láthatóak, erőteljesebben körülírták magukat. Tehát, hogy nem egyféle kommunikációképzésben, hanem többfélében gondolkodni, az akkor máshogy mutatja meg magát kifele, mint hogyha egyetlenben gondolkodunk, ami viszont nagyon sokféle és nehezen identifikálható, hogy tulajdonképpen mi is. Ez egy érdekes, vagy szóval ez abszolút végig gondolandó, hogy melyiknek milyen előnyei, hátrányai vannak. Köszönöm szépen. Zsolt Péter vagyok, a Derényi Andrásnak az eredeti előadását, hogyha jól értelmezem, akkor az arról szólt, hogy hogyan kényszerülnek bele a mai kormányzatok a világon mindenütt, de főleg itt Magyarországon abban, hogy adatokra alapozva kemény kézzel belenyúljanak a felsőoktatásba, és hogy akkor ezek szerint fordítva ülünk a lovon, mondta ő, mert hogy ezzel éppen, hogy megölik az innovációt és a kreativitást, és hát eleve ők úgyse tudják megmondani abban a változó környezetben, amiben a világ van. Na most én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok pontosan egy tudományos konferenciára valók. Az ilyen típusú üzenetek nem fognak eljutni a kormányzatokhoz, mert ez egy nagyfokú gondolkodásváltást igényel, tehát ez aztán végképp hosszú távú. Úgyhogy továbbra is adatokból fognak kiindulni, és adatokkal szemben adatokkal lehet harcolni, illetve az adatoknak az értelmezésével. Én szociológus lennék, tehát ez a szál nekem nagyon tetszik, hogy akkor hogy kezdjük el igényesebben értelmezni az adatokat, vagy dobjuk be a közösbe olyan adatot, amit szerintünk fontos. A kommunikáció témában ugye amellett lehet érvelni, hogy nem az a lényeg, hogy hány százalékat marad menne a szakmába közvetlen. Mert ugye ezt is mondta András, hogy éppenséggel az ellentéte is lehet egy jó gondolat, hogy hát a mobilitásra képez az adott szak, tehát akkor életre valóak lesznek az itt végzettek. Viszont aztán nem is ezt szokták nézni, hanem azt, hogy hányan vannak, akik elhelyezkednek. Tehát hányan kapnak állást abból a területen. És akkor még ezt is árnyalnám, ha szabad, de ez tényleg egy fontos adat, és ezzel lehet revolverezni. Voltam egyszer egy angol szociológiai társaságnak az éves konferencián, és ott az egyik szekcióban az egyik előadó csak arról beszélt, hogy úgy változott meg a munkaerőpiac, hogy létrejött egy nagyon komoly
hát státuszcsoport, vagy ezt a szociológusok mondani szokták, akik tulajdonképpen nem rendelkeznek állandó munkahelyjel, hanem alkalmazotti, ideiglenes, vándorló életet élnek, hát bizonytalan egzisztenciák, nem annyira jó nekik, mint ahogy korábban ezt gondolják, hogy ők egy tudásmunkások lennének, mert nagyobb a kihívás, de hát főleg a bevándorlók, és mondjuk a magyarok, akik ott élnek, vagy más nemzetek, lengyelek, akik tehetségesek, akik nagy kulturális tőkével rendelkeznek, nem élnek olyan jól, mint az angol társadalomban jobban beágyazódott ott lévők, mobilak, vagy akár művészi kvalitásúak, tehát képzettek, és hol ilyen, hol olyan alkalmi munkát kaptak. Tehát meg lehet tőlük kérdezni, hogy ők sikeresnek tartják-e magukat. És azt gondolom, hogy a kommunikáció képzésnek ez is egy kimenete, hogy lehet, hogy nem találjuk meg azt, hogy ő foglalkoztatott, de egy másik kérdéves vizsgálatban megtudhatjuk azt, hogy ő egyébként hajléktalan-e, vagy pedig az egzisztenciáját úgy nagyjából egyenesbe tartja, és hová tartozik ilyen státuszcsoport szempontjából. És ha ezeket vizsgáljuk, akkor szerintem a kommunikáció képzés kifejezetten a mai világra képez embereket, mert ezt a két területet sokkal jobban lefogja. Tehát ezekkel a statisztikákkal meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen hasznos tagjai vagyunk mi ennek a témának, az oktatói a társadalomnak. Köszönöm. Valahogy én azt érzékelem, hogy lassan a végére jutunk ennek a konferenciának, és ezért szeretném azt mondani, hogy tekintsük ezt a dolgot egy első lépésnek. Az volna jó, hogyha ezt meg tudjuk csinálni a Facebookon és a Kommunikációtársaság honlapján, hogy akiket érdekel a folytatás, azok jelentkeznek név szerint, és elkezdünk egy megbeszélés sorozatot, ami arról szólna, hogy mi a feladatunk magunkba, aztán utána arról szólna, amit felvetődött, és azért ez egy fontos kérdés, hogy egy civil szervezet, mint a Kommunikációtudománytársaság elég jó gazdája ennek a problémának, amit felvetődött, vagy inkább kamarát kellene csinálni. És a végén pedig egészen biztosan érdemes volna olyan stratégiákba belebonyolódni, amivel a Szondi Réka volt elfoglalva, hogy hogyan lehetne ezt a környező társadalom részére hozzáférhetővé tenni. Én ezt különösebb felhatalmazás nélkül mondom itt most, csak éppen szeretném mindenkinek megköszönni, hogy itt volt, és átadom a szót a főtitkárnak. Hát a főtitkárnak akkor egy dolga van, hogy köszönöm a részvételt, meg a hozzászólásokat, meg az érdeklődést, és akkor én bezárom a mai konferenciát, és azt fogadjuk meg ezt a jelentkezést, mert tényleg sok munka van, ez úgy látszik, hogy induljon el a munka. Egyelőre a Magyar Kommunikáció Tudományi Társaság kereteiben, és akkor az is kiforja magát, hogy valamilyen más keretek között is kellene. Akkor bezártam. Köszönöm a részvételt.